És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. És kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha melóban van, csak pirítod a hasad. Valami terrász magához húz, lehetsz már korán, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Feri, Johnny, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek itt Dél-Afrikában és otthon Magyarországon is. Hello, Feri, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Jani, jó reggelt! Szevasz, Fél János! Jó reggelt! Éppen zapkészítés folyik itt a stúdióban. Amit majd lenyúlok, persze. Nem nyúlom le. Na jó. Egyébként odaadom szívesen. Igen, milyen zabot csinálsz? Most ez karamelles, de van benne, azt mondja, hogy raktam benne egy kis papaját, egy kis banáncsipszet, van benne egy kis aranymazsola, sima mazsola, és ahogy nézem, még van benne egy kis aszalt barack is. Ezzel fogom bekeverni, és pont azon gondolkodtam, miközben csináltam, hogy de régen osztam, de nem, hanem hogy bocsánat, de hogy ez már az utolsó előtti zabom. Hát azért még csak fogsz enni zabot, nem? Vagy végeztem ezzel a történetet, nem Afrikában. Ja, természetesen. Afrikában. Tehát, hogy az utolsó előtti reggelimet készítem itt, és hogy ezzel gyakorlatilag hát egy jó időre legalábbis ezek a reggeli kis rituálék, ezek megszűnnek. Tehát, hogy felkelek reggel, ugye nekem azért van egy-két ilyen kis fejlővésem, és ezeket így mindig végig szoktam így reggelenként csinálgatni. Bevetem az ágyamat félig meddig. Most már leszoktam arról, hogy bevetem teljesen az ágyamat, mert úgy is tudom, hogy a takarítónő bejön és szétszedi az egészet, és megcsinálja úgy, ahogy szerinte jó. Úgyhogy mostanában már csak odáig simítgatom ki, hogy így oldalt lóg le a lepedő rajta, de nem hagyom meg természetesen ilyen rendezetlen kupacban, hanem valamennyire azért kisimítgatom. Előkészítgetem a napra a holmimat, amiket majd fel fogunk venni adás után, amikor majd kifelé forgatni, aztán kifelé mellett a folyosón lekapcsolom azt a két lámpát, ami az egyik beugróban van, és rohadtul idegesít reggelenként, hogy egyébként azokat napközben sem kapcsolják le, úgyhogy minden reggel, amikor elmegyek mellette, szépen lekapcsolom. Minden reggel, amikor jövök, felkapcsolom, mert rohadtul idegesít, és tetszett a folyosón. Látom, hogy le van kapcsolva az a két lámpám, az iskolát meghúzom, azt fölkapcsolom. Te vagy, aki lekapcsolod? Na, így van. Na hát, látod, neked is megvan a saját kis rituáliaid reggelenként, és nekem is. Még kell egy sötét folyosó mennem végig, be van borulva, esik az eső, hát felkapcsolom azt a két lámpát, de legalább tudom, hogy kikapcsolja, mert sehol máshol nincsen lekapcsolva. Mindig lekapcsolom, mert értelmetlennek tartom, hogy ott világít, és olyan gondolom, hogy ezzel rengeteget spórolok meg a szállodának. De szép dolog a szenvedélybetegség. Ugye, milyen szép dolog a kényszeresség. Ilyen szép dolgok ezek, igen. De én meg felkapcsolom, mert én meg utálok sötétbe botorkálni. Te kapcsolod le? Mindig lekapcsolom. Látod, mi jó, kiegészítjük egymást? Ennyi. Na most ki jön elő? Te jössz elő, Balázs? Ja, a Jani. Tehát Jani lekapcsolja, te fölkapcsolod, akkor gyakorlatilag ennek semmi értelme, tehát ugyanúgy fogyaszt János. Az lehet, hogy a feles hírek alatt kiszaladsz és megint lekapcsolod. Most egyébként tök jó, hogy mondja ezt, mert most fel fog valószínűleg szaladni, és akkor tényleg, ahogy mondod. De nem lesz felkapcsolva, én nem nyújtam hozzá egyébként, nem azt tudom, milyen lámpára van szó, tehát én nem kapcsolgatok. Ott a beugróba tudod, hogy elmész mellettük. Szinte hidegen hagy, hogy ég a lámpa folyosó, vagy nem, hogy én nem is tudom, hogy van ott lámpa. Tehát ennyit vettem le 6-7-ből. Tegnap bementem Balisszába, elmondhatom? Nyugodtan. Na jó, bármi. Így zseniális volt. Ugye egy ideje már észrevették a takarítónők, hogy mi el is fogyasztjuk azokat a különböző ilyen kis apróságokat, amiket beraknak a szobánkba, értsd, ez alatt a kávét, az édesítőszert, a tejet, stb. Régen még csokit is kaptunk, már nem kapunk egy jó ideje. Szóval, hogy milyen állandó lakókká váltunk, akiket nem kell már kényeztetni, mert úgyis maradnak. És ezért megkértem Balit tegnap este, hogy adjon már a kávéjából, meg a tejéből, meg a mit tudom én, miből, az édesítőszeréből, ami nyilván nála még ott áll a dobozban, mert nem használja ezeket. És adott is, mondta, adott a kártyát, menjek be. Bementem a szobába. Én nem voltam és ott. És beszóltam, mert hogy Bali már nem volt ott, csak a kártyát adta, ő elment. Beszóltam, hogy haló, van itt valaki? Ugyanis az egész szobában minden lámpa fel volt kapcsolva, és be volt kapcsolva a tévé is. De úgy, hogy mentünk forgatásra. Egyébként ő már nem volt a halban. Haló,
van itt valaki? Biztos, hogy nincs itt senki? Na, arra gondolt, hogy a takarítónő fekszik az ágyon, és nézi a tévét nyilván. De nem, hát persze. Hát a szoba fel volt készítve arra, hogy olyan volt az egész, mint hogyha egy ilyen nagyon gyors emberrablás történt volna a szobában, az ablak még nyitva volt, érted, még érezted a levegőben, hogy tudom én, a párfümnek az illatát, meg a fegyverolaj szagát, ahogy a kommandósok vagy a terroristák bejöttek, és igen, de már eltűnt a szoba lakója. Bement, és ahó, hello. Hát ezt nem hiszem el. Hát ez hihetetlen. Végigment, az összes lámpát lekapcsolgattam, természetesen a filmet nem kapcsoltam ki, ami ment a tévében, mert az is egyébként pillanat megállítóval meg volt állítva. Megállítottam, mint egy ilyen képernyő kímélő, vagy ilyen háttérkép. Pendrive-ról nézek filmeket, és rohadtul unom, hogy a két óra a másik óránál tartok, és mire oda teker ez a rohadt pendrive a hármas tekerésen, addig az 10 perc. Hát mondom, egy pillanat megállítóval megállítom, aztán utána majd ott folytatom, amikor hazajövök. Csak kikapcsolta a tévé. Vagy te kapcsoltad ki? Nem, a tévét nem. Az kikapcsolt magától, gondolom, érezted, hogy ki van merevítve a kép, és kikapcsolt. Egyébként a lámpa az egy szobalámpa, meg egy fürdőszobalámpa. Tehát a fürdőszobából éppen jöttem ki, csak elfejtettem lekapcsolni. A szobámban meg szeretem, mert rájöttem, hogyha úgy jövök haza éjszaka a dzsungelből, hogy ég a szobámba a lámpa, akkor ilyen jobb kedvem lesz. Barátságosabb, igen, barátságosabb. De ha hazajövök alatt, értsd azt, hogy 4 óra múlva jön haza. Tehát, hogy érted? Ha sötét szobába kell megérkeznem, az olyan kicsit nyomasztó, oda botorkálok, hogy bácsi, világítok az elemlámpával, tudod, és így mit tudom, leesek, neki megyek, belerugok, káromkodok, ég a lámpa, megérkezek a kis szobámba, és már jó hangulat fogad. Uh-huh. Melegség. Én még a Szent János bograkat is kipöckölöm az ablakon, hogy ne legyen felesleges fényforrás a szobában. Érted? Én már a lefekvésre készítem fel a szobát. Olyan, mintha várnál valaki. Lekapcsolva. Igen. Olyan, mintha nem lennék egyedül. Mm-hmm. Mintha várna valaki, és aztán gyere, búj be mellé. Belép, és akkor mondja, szia, itthon vagy. Jaj, de jó, kicsit elbeszélget, és utána ugyanúgy tudja tovább nézni a filmet. Balázsszobája úgy néz ki, mint hogy a Pumukli várná otthon, mert az egészben egyébként mint a bombát robbantottak volna, de ez az a fajta rend, amiben ő látja, vagy ez a fajta káosz, amiben ő látja a rendet. Hát, hogy én meg a rendben látom a rendet. És rendet módon, is raktál nála, vagy csak lekapcsoltad a villanyokat? Nem, annyi időm sajnos nem volt. Az egy félnapos meló. Így valahogy. Igen, hát igen. Én szeretek fénybe megérkezni, megmondom őszintén. De ez egy kis éjjeli lámpa az ágyam mellett. Azt szeretem a legjobban. Mindenkinek az ágya mellett egy ilyen kis, ott van, pont az, egy ilyen kis éjjellámpa, és azt hagyom égve. Meg a füribe valami régben maradt, igen. És ijedtem valószínű. Megijedtem valamit, ezt kifutottam a szobába. Viszont dörgött az ég. Istenem, mit történik, viharban, aztán kirohantam. De megtaláltad a kávét? Meg hát, köszönöm szépen, most azt fogyasztottam. Bármikor elviheted, mert nekem ott állod, de soha nem nyúlok hozzá. Hegyekben. Nem adnak újat nekem se. Sőt, mert tegnap vizet se adtak. Na, érzik most már, hogy megyünk, és most már nagyon kifelé állít. Nagyjából belőttem mindent, hogy pont akkora fogjon el, amikor elmegyünk. De marad még egy hazaviszem. 100 kilózabb. Így van. Hál' Istennek a csavaros, dobozos szójatejet vettem, tehát azt majd haza tudom vinni. Úgyhogy minden rendben van. Minden viszel szójatejet. Hát megmaradt belőle 2 deci, persze, hogy hazaviszem. Nem gondolt, hogy semmi. És ezt léletsz elluxozott, hogy ki ne boruljam, mint sem fogod a kezedbe? Én nem ülök felé, te egy szójatejjel a kezedbe fogsz utazni a repülőn. Nem tudom sehova letenni a kézipogyázat, viszek 2 deci szódatejet. Felhörpölöm valamikor. Egyébként meg elszámoltad magad, János, mert nem ez az utolsó előtti reggelid, mert van még egy, azért csütörtök reggel csak eszel valamit a 24 órás repülőt. Az, ahogy a művelt francia mondja, omelet lesz. Ja, az egy omelet lesz. Az egy omelet lesz. Tényleg, hát még van a szerda reggel, meg van a csütörtök. Csütörtök reggel. De akkor már omelet lesz. Az dőzsi. Aha. Nem zabozunk, persze. Aztán majd zabolozunk majd a jövő héten, hétfőn megint majd bent a stúdióban, de az már magyar zab lesz, öcsém. Miért, zabot nem hozol, vagy mi van? Mit? Zabot nem hozol? 8-8,5 kiló különböző méretű, mennyiségű, ízesítésű. Imádom! Zabbal szerelkezett, János, úgyhogy a 32 kilót szinte meg fogod ugrani, ami lehet. Vegyél még egy táskát. Hozhatsz 2 táskát. És akkor abba tudsz csak zabot vinni. Kénytelen leszek meg, mert nem tudom hazavinni a kettlebellemet. Vagy ne várj! De hát az egy 20 kilós vasgolyó. 16, de ne haragudj, problémát jelent most ebben a pillanatban. Megpróbáltam elintézni, de sajnos nem sikerült, hogy a rádiós cuccok között ilyen keverőpult, meg füles, meg mikrofon állványok, meg ilyenek mellé bekeveredjen valahogy, de egyelőre még nem sikerült ezt elintéznem. Nem, biztos lenne az a készpénz mennyiség, de akkor már nem érné meg. Aha, vagy hát itt hagyom, vagy megoldom egy másik táskával. Hát holnap lemegy az adás, lebontják Zsülék a stúdiót, és akkor óvatosan mit én valahogy valami mellé beteszed.
Tehát, hogy ne vegyék észre, érted? És akkor nincs gond. Nem vagy egy kézipodjázba, és pár osztatyorba felhozod, hogy ismerlek, nem? Az is jó. Majd úgy csinálok, mintha könnyű lenne. Igen. Majd így lengetem, tudod. Berakod egy pár osztatyorba, azt felhozod. Majd így swingelek vele, és akkor így... És majd legfeljebb majd csak a gépen lihegek. Most el akarod hozzá a kettő belledet, tényleg azt a 16 kilós? Hát szeretem, hát jó, hát megvettem, ennyi mi. Hozzánőtt a szívéhez. Figyelj, ha esetleg... Ha berakod egy táskába, akkor föl tudod adni. Azt hiszem, két podgyászt hozhatsz. Na, azt szerintem nem két táskát. Bár kitaláltam egy még jobbat. Hát, ha esetleg jövőre is, vagy két év múlva lesz megint műsorunk itt, és akkor elásom a kertbe. Hogy fognak örülni a kertészek? Hátul elásom. És kiásod két év múlva, vagy két év múlva. Na, az milyen? Megcsinálhatom simán, miért ne csinálhatnám meg? Dobd be a medencébe, szerintem nem veszik észre. Az is jó. És te megérkezel, ugrasz egy indián fejes, szájjal felhozod, azt megvan a kettőt beledni. Amilyen sűrűn takarítják itt a medencét, simán én láttam, belefér. Milyen szörnyű dolgok vannak benne. Találtam két farkaskutyát, három izén, mongúzt, meg két szurikát tettem be a medencébe. Igen, meg egy mastodont tettem. Igen, tehát ilyen nagyon sűrűn, ezt nem takarítják. Vágd be a vízbe, azt jössz. Szerintem az is jó. Kihozod. Az elásás azért az? Egyébként az nagyon menő. Elásnád itt valahol, elviszlek kocsival a város szélére, elásod a kettőbe. Csináljuk meg. Csináljuk meg. Hát ha. Jó. Figyelj, belerakjuk valami ízébe, lefóliázzuk, belerakjuk még egy két-három szatyorba, elássuk. Jó. És aztán, amikor visszajövünk, kiássuk. Jó. Óriási. Van egy projektünk. És egy mivel fogod projektünk. Megjelölni, hogy ott van? Mert azért két év alatt felejt az ember. Én lefotózom. Uh-huh. Lefotózzuk a fát, tehát megismerjük. Aha. Meg. Szerintem megismerjük. Ez nekem nagyon tetszik. Na. Egy időkapszula, nem? Igen, meg tegy egy kiló zabot mellé, hát ha addigra megutálják a zabot. Uh-huh. Akkor lesz egy kiló zabod, meg egy kettlebelled elása egy falat. Ez nagyon jó. Na. Ez nagyon jó. Lesz itt egy időkapszulája a Morning Show-nak. Nem, ez csak a tied, csak elhatárolódnánk, ez csak a tied. Egyébként ez jó. Meg ez is jó. Van. Meg is vagyunk, srácok. Akkor nem viszem föl. Ennyi. Na. Elássuk. Nekem mindegy, mert ne egy zacskóba hozzad a kettlebelled. Inkább tényleg elviszlek bárhova, és ássuk el. Jó? Jó. Egy jó elásás. Úgyhogy ez van. Balázs meg amúgy még megemlítette ezt, hogy ugye egy fél szó erejéig, nagyon jó, egy egész szó erejéig, hogy vihar. Hát tegnap is, srácok, úristen, hú, nagyon durva volt. Ha, mi van, nem tavasz, gyerekek, nem napsütés, nem 30 fok. Itt most nagyon nagy viharokat mondanak, tegnap itt a szállodában este megszakadt a telefon, megszakadt az internet, minden, igazából óriási vihar volt. Most is egyébként nagy szerencsénk volt, hogy el tudtuk indítani az adást, most ezt nagyon komolyan mondom, mert az internettel problémák vannak. Itt vihar van, aha. És itt meghal minden. Tehát azt mondják, hogy jó, akkor két óráig nem tudsz telefonálni. És akkor úgy nem telefonálsz. Nem írsz SMS-t, nem csinálsz semmit, nem internetezel. Nem tudom, valami központot itt, ha elkap a víz, vagy az beázik, akkor itt picit így a kommunikációs infrastruktúra az így megbénul. Itt feküdtem tegnap a rádió előtt. Igazából már a stúdió előtt kint a folyosón egy olyan jó egy órát. Furán néztek rá. Az ágyad nem volt szabad? Vagy miért kellett ott feküdnöd? Mert lejárt az internet keretem, ami van a szállodában, ja, és a rádiónak aha. Az internetet használtam, és én nagyon szeretek itt a folyosón feküdni. És hát iszonyatos mennyiségű csapadék esik le ilyenkor, de brutális, és minden. Úgy egy két órára minden meghal. Úgyhogy nagyon kemény viharok vannak itt. Most is Zsül tartja fogával össze a kábeleket? Lábujjaival. Ja, az nem, van így, már csak megint mit a lábbal festők, így próbálja egy a két kábelt így összeint, és néha szikrázik a lába alatt a padló mellett így a kábel. Van, a két farpofáj úgy működik, mint egy gemkapocs. Azokkal össze, tartja. Össze. Igen. Na mindegy, ott jó idő van? Nagyon, most akkora köd van, hogy megint nem látni semmit a városban, szintén a felkapcsolt hátsó ködlámpás közlekedők izgalmasabbá teszik a forgalmat, de egyébként tegnap meg így viszonylag jó idő volt, tehát kellemes novemberhez képest. Átküldtük oda nektek, essen ott, hát a franc akarja, hogy itt essen. Nagyon, nagyon kemény vihar volt tegnap. Jól van, mi van a kis csonkahátünkkel, tegnap hoztam, nem? Így van, előre jöttél. Előrébb léptem egyet, na. Igen. Ma hát bebiztosítatjuk. Így van. Már kit a Balást? A győzelmünket. Ja, a győzelmet, azt igen, mert hogy ugye három napot játszunk, 1-0 most, és a nemzetközi verseny hetes állása az 3-2 a javunkra. Tehát 3-at nyertünk mi az eddigi 5 hétből, 2-t a hallgatók, és hogyha most ezt ma behúzzuk, akkor ugye megvan a 4-2. Akkor ez a miénk. Aha. De jó. Milyen érdekes, az előbb bejött az Ákos stúdióba, intett egyet, én meg hátrafordultam, hogy kijött a stúdió. Úristen. Már azt érezted, hogy valaki mögötted van? Igen. Uh-huh. Benne ezt egy kicsit valamiért ilyen tükörként értelmeztem ezt a dolgot. Megmutatom neked, ő az itt van. Hogy mit keres itt az Ákos. Tényleg, ott van! Ákos, hello, jó reggelt! Mi újság van? Jó reggelt! Mondanám, csak nincs mikrofonom, igen. Most már van. Jó reggelt, sziasztok! Hát nem mögötted vagyok, Jani, az a helyzet. Bár szerintem én jobban meglepődtem volna, hogyha ott megjelenek.
Tehát akkor én fáradtabb lennék szerintem, hogy az nagyon kemény lenne. Tényleg beütösítjétek. Így bekopogtatna. Hello, szevasztok, srácok. Ismerős arcok vannak, de a hely olyan furcsa. Igen. Az nagyon kemény lett, ha megérkezel, igen, és itt mondod a híreket. Na jó van, oké, lehet jelentkezni akkor játékra. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, tudassa velünk, hogy miért is szeretne vele játszani, és hogy miért hívja vissza az Anna, vagy csak dobjon egy SMS-t, hogy játékra kell. Egy játékra szeretné jelentkezni, nem is nagyon kell megindokolni. Jó, fél hét van pontosan, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt. Kívánom mindenkinek egy jó kis Jerry Hallivel után itt vagyunk, és 1-0-ra vezetünk a játékban, ami ugye azt jelenti, hogy ha ma egyenlítettek, akkor még egy nagy döntőre holnap sor kerül, ha nem, akkor viszont a hetedben húztuk, és akkor ezzel tulajdonképpen meg is vagyunk. Úgyhogy igen, hát kiderül, hogy ki a játékos. De előtte gyorsan egy-két közlekedés. Azt mondja, hogy Egyednél, vagy nem, Barbacs belterületén van ilyen, hogy Barbacs? Biztos. Barbacs belterületen félszállatban mérnek. Targonca doktor küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyednél nem működik a vasúti átjáró, és nincs is nagyon biztosítva. Ezt is SMS-ben kaptuk, és az M1-esen Pest felé haladva az 55-ös kilométer könél trafi a pihenő kijáratában Joy küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Na, hello, jó reggel! Sziasztok, Erzső vagyok, Komádiból. Szia! Hello! Sziasztok. Hello! Na, van jó kedv, és van lendület. Bizony, nagy dumás. Igen. Erzsi. Erzsi. Na, tessék! Az nagyon jó. Egyedül játszol, Erzsi, vagy van valaki ott mellette? Nem, teljes mértékben egyedül vagyok. És mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Állattenyésztéssel foglalkozom. Tényleg? És azért vagyok korai kelő. Hú, hát ez nagy mértékben tehén törvükától díszoltó kezes sertéstartástól minden. Szóval elég nagy körül. Ó, és ezeket te saját magad csinálod, vagy bejársz valahova, vagy otthon? Egy ilyen kis... Itthon, városon belül, szóval nagyjából külterület fele, és hát ezt mind csináljuk itthon a család. Hánykor kell egy tehén? Szerintem, mikor felkeltem. Te kelted a teheneket? Igen. Oda, én megy már föl, és bimbo! Megrázza magát, nyújtózkodik egyet, és akkor felébred? Nem, rettentő mérgesen rám néz. Hogy mit akarok hogy én egy vasvillával? Igen. Uh-huh. Még egy vasvillával ébresztenének le? Aha. Én is elég mérgesen. Ah, jó, nem mertem őket, csak megyek, hogy azért jó lenne felkelni, mert én is dolgoznak. Hány állatot kell megfejni reggelenként? Jelen pillanatban hetet. Kézzel, vagy ez már ilyen gépi fejés? Nem, gépi, kézzel nem tud, nem lesz fejni. Nem, nem sok. Lehet kézzel? De lehet kézzel, csak sok. Hát megfejtem, ezek már annyira ráálltam a gépi fejésre, hogy ők nem adnák a már kéznek. Már kívánják. Hát eljön az idő, amikor érve a jószág, hogy ráadja a tejet, és akkor gyerek az asszony. Szabaduljak meg tőle. Aha. Na jó van. Nagyon helyes vagy. Kivel szeretnél játszani? Szerikkel. Remek, mi vidékiek, hát, tartsunk halva. Össze. Igen, halva titeket, ti beszélitek a közös nyelvet. Így is van, így is van. Mi vagyunk az emberek, tudod? Akiknek a termékeiből te dőzsölt, te fővárosi. Az Erzsi disznaja, meg a teje, az, amit te iszol. Így van. Minkéten meghívjuk, kimelektek, meg felküldjük. Az Erzsi teje. Erzsi teje, csak nem iszom meg. Hát sosem lehet tudni. Most nem szólnátok, ha Erzsi tejét innen. Persze. Szóljatok, gyerekek, van mindennek voltál. Hagyjátok, mert hívják így a tehelemet. Bözsike? Én mondjuk nem hiszem nagyon tehén tehet, de nyilván sokan. Jól van, Bözsi, figyelj, akkor... Nem, Erzsi, akkor figyelj, Erzsi. Oké. Okay. Mehetünk, akkor indítjuk az órát. Jó, figyelj, Jani. Oké. 3, 2, 1. Bözsi, az te vagy, vagy a tehén? Hát én vagyok, én Erzsó vagyok, ő a Bözsike. Az Erzsókot is szereted? Elmegy.
Elmegy az első? Elmegy. Libád van, Bözsi? Egyet a nagyja fagyasztóba. Ma meg kell sütni, tudod? Márton nap van. Igen. Köszönjük szépen, ott a vége. Átradban. Igen, meg is fogom. Igen, tehát minden azonnal látod, állatról kezdtetek beszélni, és azonnal elérzékenyültem. Benne vagyok itt, akkor végem. Én is elérzékenyültem a libasültnél, de tartottam magam. Igen, hát szép volt, Ferém. Szép, meg is vagyok. Köszönöm szépen. Jó, 2-0, deavatokra. Hát igen. Igen, de nagyon kis lendületesen kezdtél, nagyon szimpi vagy, Erzsi, egyébként. Ez az életem, milyen vagyok én. Mesélsz itt. Az állatokról olyan kis lendületes vagy. De látod, a kedvencedről kezdtél beszélni, és azonnal Feri. Igen, és ebbe szoktak belefulladni az emberek. Hallgatlak minden reggel benneteket, és ebbe fulladnak bele az emberek. Pedig én Ferit akartam belefolytani. Igen, igen, így vannak ezzel mindannyian, akik engem hívnak ki játszani, de hát aztán így alakja most. Ferit akartam veled. Mindenki azt akar, Erzsi, hidd el. Erzsi, köszi a játékot. Tényleg, sziasztok. Hello, szia. Ciao, szia. Hello, hello, hello. Na. Hát akkor 2-0 ez a hét megvan, és így 4-2 az Afrika-Magyarország, vagy inkább a műsorvezető hallgató összecsapás az elmúlt 6 hét. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jók voltunk. Megcsináltuk, mégiscsak megnyertük. Mennyi lett a vége? 4-2. 4-2. 4-2-re 6 hetet hoztuk, akkor 4-et hoztunk a 6-ból, és 2-t engedtünk át. Jó van, hát az egy tisztes hetállás. Korrekt. Teljesen. Adtunk is egy kicsit. A két győzelemmel. Igen. Azzal adtunk, de ezt a hetet is vittük. Nem lett senki elégedetlen, és akkor még ott van a holnapi nap, ami már gyakorlatilag csak így formalitás. Igen. Ide nekünk egy hallgató, hogy hát hallja, hogy mivel foglalkozik Erzsi, és akkor azt mondja, akkor van Erzsi Konda, és nem csak Anna Konda. Ez tök jogos. Atya úr is. Visszaszállunk a tegnapi vonatra, úgy látom. Igen, nem, arra semmiképp. Na jól van. Oké, lehet jelentkezni. Mire? Nem, semmire. Senki ne jelentkezzen, semmi nem. Miért mondtam, hogy lehet jelentkezni? Hát csak úgy tegyétek fel a kezeteket, ha van kezdetek jelentkezni. Aztán tegyétek le. Olyan bácsira, meg hármasra. Látod, Zsül bejelentkezett, értette. Most a szeletettel kezét. Ő minden potyázásra rárepül. Kicsit olyan, mint én. Igen, jelentkezett egy kicsit a szeletettel kezét. Na, 4 perc pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek. Ákos elmondja nekünk, hogy mivel is foglalkozunk. Jó, mármint, hogy mi lesz a hírekben, aztán utána jövünk. És akkor mi elmondjuk, hogy mi mivel foglalkozunk a hírek után. Én összeraktam. Én még nem, de szerintem, ha értetitek, akkor jó. 4 perc, 7 óra itt vagyunk a hírek után. 7 óra most pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, azt nézem, hogy van egy friss hír az M7-esről, és én ezt már tegnap olvastam, hogy reggel 7 óra, vagy nincs olyan, reggel 9 és 7 óra között lezárják majd az M7-est, méghozzá mindkét irányban, ez lehet, hogy néhányan nem tudják, akik majd jönnek be. Teljes útzárásra kell számítani kedden reggel 9 órától az M7-es autópályán Székesfehérvár és Polgárdi között. És hát ott mindenki figyeljen, mert hogy mindkét irányban le lesz majd zárva az M7-es. Székesfehérváron a 63-as kihajtójánál, illetve a Polgárdi felhajtó 7-es számú főút irányába terelik a forgalmat. Úgyhogy teljes autópályát lezárják. És mi felújítás van? Karbantartás. Aha. Igen. Mit tartanak karban az autópályát? Nyilván, nem? Aszfaltoznak, biztos, hogy korlátjavítás. Nem, megvan. Azt mondja, hogy honvédség tűzszerészei robbanó testet hatástalanítanak. Hát de mi, az elmúlt 70 évben, vagy mióta van az az autópálya, 40 évben, az nem zavart senkit? Most egyszer csak zavar? Hát ez jó kérdés. Hát nem az út szélén hevert szerintem. Na hát akkor, ha nem az út alatt, és akkor most felbontották az utat, és megtalálták javítás közben. Ott a pont. Itt a pont, köszi, beírom. 1 pont. Na. Te is szoktál ilyeneken gondolkozni, Feri? Ó, hát de nem, hogy érted, azon 40 éve járunk, vagy mikor az már 60-as években azt hiszem volt, ugye először ilyen betontömbös volt az autópálya, emlékszel, hogy mentél rajta? Olyan, mintha vonaton mentél volna, hát ez a régi szép idők, még a 70-es évek, azt hiszem, tehát legalább 40 éve az működik az autópálya, és eddig senkit nem zavart, most egyszer csak oda kifordult a földből, vagy hát hogy az volt, hogy lekopott a beton, és kilógott a bombának a szárnya. Uh-huh. Nem lehet? És akkor eleinte oda raktak egy ilyen kis izét, egy ilyen forgalomterelő, ilyen kis jelzést, hogy vigyázzatok, aztán kilóg, ahogy... igen, igen. Aztán annyira lekopott a beton, hogy nagyon kilóg. Aha. Nagyon de kilóg az ott nem egy 500 kilós romboló bombának a hátsó szárnya, a vezér síkja ott. Na megvan, Anna behozta a hírt, az autópálya mellett találták a két robbanó testet, na. Így hívják őket, tessék. Hogy robbanó test, és akkor azt kell hatástalanítani.
Ez komoly. Na, ezt olvastam. Komoly, nem. Komoly. Ez egy nagyon-nagyon komoly meló. M7-es Siófok centrum kijáratnál trafió látható rendőr autóból. Ha lendülettel szaladsz bele, akkor az drága lesz, mert hogy 50-es tábla van, egy suhanc küldte nekünk. És azt mondja, a 10-es út Budapest felé a MOL benzinkútnál áll már. De jó Isten! Az komoly. Mert azt hiszem, hogy az már túl van még a hiperen. A hiper után van, igen. Az a MOL kút. Ott Vörösvár előtt. Igazából mész ki Vörösvár, akkor balra. Az fontos. Balra van a MOL kút, jegyezzétek meg. Csornán a MOL kútnál is van egy trafi. Ha mész be Csornára, igen, akkor szintén balra van a MOL kút. Jó? Csak mondom. Jó, aha, jó, ez jó. Ez is MOL kutat tudom, nem tudom, hallgat, bonkutak beragadnak. Uh-huh. Szereted. Na, ha jössz ki Csornáról, mész a Győri felét, akkor jobbra van a MOL kút. Jó, akkor balra semmiképpen nem keresem majd, hogyha arra járok, amire viszonylag képes az esély. De ott ne keresd, igen. És van még egy, azt mondja, a soproniakat érinti leginkább, a Vabi előtt van egy trafi, méghozzá az Ausztria felé haradókat mérik. Ezt Gabesz küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen Gabesznek is, hogy elküldte. Te rendes vagy, köszi. A legfrissebbeket. Én egyébként úgy vagyok a benzinkutakkal, hogy én minden benzinkúthoz másért megyek be. Tehát valahol a Shop, van ahol a Benya, van ahol a mit tudom én micsoda, a frissen sült péksütemény. Tehát ha mentek Borsodba, akkor úgy álltok meg, hogy itt tudod, hogy olcsóbb a benzin, de ott nem veszel chipset, mert az a következő benzinkútnál jobb. Aha. Pontosan így van. Pontosan, ugye van olyan kút például, ahol 100%, hogy nem megyünk be, mert olyan szinten újra főzik a kávét, vagy az acot, vagy én nem tudom mit, hogy nyomokban sem tartalmaz kávé ízt, és hát ennél fog valószínűleg kávét sem. Oda biztos, hogy nem megyünk be, de ott mondjuk a Benyával nincsen semmi gond. Aha, tehát tankolni ott megállsz, aztán ilyenek. A következő kútnál kávézol, a harmadiknál chipset veszel, a negyediknél újságot, tök jó. Így van, az ötödiknél pedig nagyon tiszta a retyó. És akkor mentek valahol, mit tudom én, egy 100 km-es távolságig, csak 4-5 benzinkúton megálltuk, majd egy kávé, itt tankolás, egy péksütemény. Tudjuk, hogy mit hol kell csinálni ahhoz, hogy nagyon kellemes útunk legyen. Mint egy 100 km-en megálltok 4 kútnál. Hát, hogyha 4 különböző szükségletünket ki akarjuk elégíteni, akkor igen. Az kemény. Az kemény. De hova siessenek? Nem ismerd meg. Hazádat, hát mozgalom, itt olcsó benzin, ott jó kávé, tök jó. Itt olcsó benzin, olcsókra, azt jó. Egyébként igen. Szerintem teljesen jó. Van például egy kút a hármason, ahol mindig kapunk, azt mondja, hogy mi is, ez várjál csak, savanyúságot lehet kapni. Képzeljétek el ilyen konzerv savanyúságot, és ilyen kis cukkini rudacskák vannak eltéve, ilyen pikánsabb lében, egy picit csípősebb lében. Sehol máshol nem lehet kapni ilyen konzervet, ahol cukkini rudacskák lennének eltéve. Pikáns lében. Meg szoktunk állni. Na, meg is borzongtam. Egy jó cukkini rudacska. Hallod? Bármikor. Mindig úgy sem, hogy egy jó kúton állok meg, ha megyek valahol. Tudom, hogy abban az irányban, ahol megyek, hogy az M3-ason, ott van egy kedvenc kutam, ott tudom, hogy minden van. Jó az újság, sok újság van, heti lapok vannak, amiket meg akarok venni. Tehát egy kutat lövök be mindig. Az M7-esen is van egy ilyen kút, az M1-es felé is van egy kút. Tehát az összes autópályán van egy kút, amit szeretek. Uh-huh. És akkor ott állok meg. De ez teljesen rendben van. Több kúton megálljak, ezt nem teljesen értem. Sajnos van olyan például, amikor tudom, az M7-esen megyünk, hogy tudom egy helyen, hogy egyszerűen ihatatlan a kávé. Tehát, hogy ott biztos, hogy nem fogunk kávézni. De akkor visztek termoszba, nem? Ez is igaz. Vagy mit viszünk magunkkal valamilyen, vagy hívják ott instant kávét, és akkor feldobjuk egy picit. De hát az már ugye... Vagy eszek egy fél liter zacskos tejet, kijöntitek belőle a tejet, föltetitek kávé, és akkor is fogod egy ilyen befőttes gumival így elszorítod, nem? És akkor viszed a kávét ilyen fél literes tejbe. Azt szoktad csinálni. Hogy ne csinálnám? Ugye? Ezt, hogy csinálnám? Sőt, amúgykor láttam a kocsitokat, egy tejtartó volt beállítás. Az, és mindig csak zacskos tejet viszek, mert ugye a dobozt azt nem tudjuk később felhasználni, illetve tudnánk, mert például ültethetnénk bele paprikapalántát otthon, de nem, hanem inkább teljes zacskókat veszünk, mert azt miután elfogyasztottuk, akkor a teljes zacskót kimosom, és akkor fonok belőle lábtörlőt. A teljes zacskóban? Hát persze. Az nagyon jó. Na. Mina. Nem, ezt nem tudom. Ne folytasd. Régen láttam már én is ilyet, de nem, ezt nem mondok csak erre semmit. Csak teszteltem, mennyire vagy ébred. Igen. Hosszú időt eltelt, de nem mondok semmit. De a rutin és az évek. Na, igen, szóval, hogy megvan Darth Vader, képzeljétek el, eredeti hangja, mert kiderült ugye szegény David Prose-ról, hogy hát utolszinkronizálták a nyomorultat. Azért mondom, hogy a nyomorultat. Komolyan, könyörtelen Károly vagy. Könyörtelen vagyok, de elmondom miért, is érteni fogjátok. Itt van ez a szegény David Prose, aki ugye a Darth Vader-t játszotta. Igen. Azért érdekesen meg lehet hallgatni Darth Vader eredeti hangját. Gondold el, hogy eljátszott Darth Vader. Egy nagyon híres angol Shakespeare színész. Nem is erről van szó. Darth Vader. Igen. Aki játsza David Prose. Kapsz a fejedre egy fekete WC-t,
Igen. Majd látod egyébként, és ebben a történetben az az érdekes, hogy látod, amikor beülsz az 1977-es, mint a premier előtti sajtóvetítése, hogy tettek a fejedre egy fekete vécét, igen, adtak rád valami fura köpenyt, a büdös életben soha senki nem fogja tudni, hogy te voltál Darth Vader, és mivel kiderült, hogy egyébként Lucasnak nem annyira tetszett az ő angol akcentusa, ezért utószinkronizálták emberünk hangját, és azt még el is torzították. Nagyon durva. Nem elég, hogy az arcát elvették, hanem még a hangját is. És mi a kegyelemdöfés? A kegyelemdöfés az, hogy a csávó 30 éve bárhova megy, mindenhol azt kérdezik, hogy milyen volt Darth Vader játszom. Milyen volt Darth Vader? Nem. Az van. Igazi kegyelemdöfés, az megmondom neki, hogy mi, amikor a forgatás után, illetve nem, a premier után, amikor kiderült, hogy ez egy iszonyatos nagy világszenzáció lesz ez a film, és hogy imádni fogják, és hogy nagyon bejött, és mindenki rettenesen sok pénzt fog vele keresni, az utána való céges vagy stábos partin mindenki Mark Hamill-el megy el ki WC-re. A csajok közül. Ők meg senki nem tudja, hogy kicsoda, én voltam Darth Vader, persze, jó van. Ott van Luke Skywalker! Igen. Tudod. De én voltam. Ha jó van, akkor elébb lehet sétálni, papa. Igen, és szekint, ugye, hát ő egyébként tényleg egy híres angol színész, egy Shakespeare színész, meg színházi színész, tehát ő nagyon híres, hogy ezt hogy vállalt el, egyébként nem tudom, de utálja, és gondold el, hogy a hangod nincs benne, az arcod nincs benne, a személyiség ez semmilyen formában nincs benne, mert kell csinálni egy ilyen U betűt a kezeddel, éppen meg akarsz folytani valakit az erővel. Igen. Micsoda színészi kvalitások, emeld fel a jobb között, kicsit följebb, mutassa a torkára, csinálj úgy, mintha megfolytanád, és még a hangodat is eltorzítják a végén, mert egyrészt nem jó az az angol-angol, amit beszélsz egy amerikai filmben, kettő, hogy hát Darth Vadernek azért eredetileg torzítania kellett. Így van, és mindenki Luke-kal és Hannal akar elmenni. Igen, és hogy nagyon szépen angol-angolosan elmondja az eredeti szöveget, és aztán azt is tönkreteszik. Hát szegény, szerintem ő annyira gyűlöli és megbánta azt, hogy ő bármikor is elvállalta, hogy Darth Vader legyen, hogy az, ami elképesztő. De minél az internet most fönt van az eredeti, hogy ő hogy szólt eredetiben. Én ezeket utálom egyébként. Most képzeljétek el. Ezeket az eredeti hangokat. Mert hogy lerombolja a mítoszt? Persze, én tök kiebrándítva. Hát én megmondom őszintén, én hittem annak idején Darth Vaderben. Tehát, hogy hittem az X-szárnyakban, hittem a Millennium Falconban, és hittem abban, hogy egyszer találkozok majd Leiával, amikor ugyanez a fürdőruha lesz rajta, ami Jedi visszatér meg. És hittél Rita Faltoyanóban is. Rita Faltoyanóban mind a mai napig. Az azóta is hisz benne. Az nagyon igazi. Na hidd el, abban nincsen semmi szinkron. Ez most a teljesen eredeti hangja torzítás nélkül? Tehát ez az eredeti hangja. Na hallgassuk. Na figyelj, így szól Darth Vader. Ez még nem az. Hallottad? Azt mondta, and action. And action. Lucas had never intended to use the on-set vocal performance of David Prowse. Ez az eredeti hangja. Oh. Nem mondd már. Ez volt Darth Vader. Ez mondjuk gyenge. Nem már. De, na ezt mondom, hogy ezt meghallgattam, de nem akartam menni. Nem elesett egy kellékes. Vigyétek már innen ezt. Csávó. Tehát ilyen szinten megsemmisíteni valakit, hát miért nem állított, miért kell ehhez egy Shakespeare színész, vagy miért kellett ehhez egy Shakespeare színész, mint David Prowse? Figyelj, ez a hangja. Ugye most vagyunk ott, amikor megállítják az a diplomata űrhajót, és mondta az emberek, hogy mutasson nekem egy diplomatát. Fölemelte, folytogatta, eldobta. Ez az a rész, tudod? Ez a Csillagok háborúja így indul, hogy ültözik azt az űrhajót. Ja, az totálisan megvan. Find the passengers of this vessel. I want them alive. I can still hear. Na ez volt. Aha. Hát ez volt Darth Vader eredeti hangja. Úristen, de kiábrándító. Ugye, hogy mennyire kiábrándító? Hogy így szólt eredetileg Darth Vader. Azért ezt nem gondolnád. Hát nem? Nem jön le belőle nekem ez a nyugodt, kiegyensúlyozott, megfontolt, sötét erő. És ez is ő? Nem, ez Leia, ugye itt elmondja, hogy ez egy diplomata űrhajó, és ő megtámadott egy diplomata űrhajót, és hogy ugye a szenátus üzenetet, vagy nem tudom. És mondja. Ez. Gyakorlatilag elhiszed, hogy ez bármilyen hang lehetne. Te bárki, érted, az egér a Marson is lehetne akkor. És gondolod, amikor, hogy beülsz, és ott ül mellette. Mutasson nekem egy diplomat. Igen, ott ez is lehetne, és ez is lehetett volna torzítani. Ott ül Carrie Fisher, mint Leia. Várod az első jelenetedet, jön Darth Vader, és tudod, hogy milyen hangon mondtad el. Ehhez képest ugye, hát az eredeti Darth Vader hang, már nem az eredeti, hanem amit utána csináltak belőle, hát az mély, köszönő viszonyban nincs ezzel. Öblös, szét van effektezve, és hát brutálisan jó. Hát ehhez nem kellett egy Shakespeare színész, ehhez gyakorlatilag bárki jó lett volna. Laci, Zsűl is, te is, én is, akárki, még Anna is jó lett volna Darth Vadernek.
És a lélegzést, azt legalább ő csinálta? Ah, ugye a maszk alatt van egy ilyen jellegzetes. Szerintem nem. Szerintem az verebes. Azt a bazitai Darth Vader. Igen, nem, azt se csinálta. Tehát az is effektíve gépi hang. Would later be replaced with a more menacing performance. Provided by classically trained. Aha, és akkor itt mondják el tudnunk, hogy ki az, aki aztán még a hangját is adta hozzá. Tehát az egy dolog, hogy beletorzítottak, de pont arról beszél, hogy értettem, hogy volt egy másik színész, aki egyébként még felmondta vele a mélyebb részt, hogy elmondta a mélyebb dialógusokat, és azt torzították aztán el. Tehát igazából a csávó totálisan kiherélték. Teljesen kiherélték. És tudom, milyen lett David Prosznak, amikor bemegy, mint egy gyorsítő, és azt mondja, hogy én vagyok. Én voltam Darth Vader. Ugyan már, papa, ne viccelje, aha, már ilyen hangon. Na, mondja már azt nekem, hogy ez volt az utolsó tévedése, admirális. Ez volt az utolsó tévedése, admirális. Hogy lett volna már maga Darth Vader? Igen, és két 8 éves gyerekhez. Gyerekek, láttátok a csillagokat? Igen, nagyon szeretjük, én voltam Darth Vader. Hogy lett volna a Darth Vader? Nem ilyen hangja Darth Vadernek, és elrohanna két 8 éves. Mondd, hogy Luke, én vagyok az apád. Luke, én vagyok az... Ez nagyon jó. Van Darth Vader hangunk? Na csak, hogy mit csináltuk be, ez a magyar? Jaj. Na, ez megérkezett. Hangalámondás. Ja, figyelj, hangalámondás a Star Wars. Akartok hangalámondás igen, a Star igen, Wars igen, hallgatni? Igen, igen, az egyhangú csávó, jó, de jó az. Figyelj. Na. Azt mondja, csak Jabbának adhatjuk át személyesen. Aki Tamás? Na, azért voltam, bocsánat. Sajnos az ilyen miben oly szörnyen önfejű. Nagyon jó. Artu, rossz előérzetem van. VHS hangolámondással, Jedi visszatér. Igen, de ez nem a klasszikus. Atya úr. Várjál, keresek olyat, ahol nincs ennyi állathang. Akar. Aha. Én csak tolmácsoltam. Ez volt a VHS korszak, amikor hanggalán mondták. De nem ez a klasszikus egyébként. Miért fizette a hatalmas Jabba 50 ezret? A hatalmas Jabba miért fizette össze 50 ezret? Jabba miért fizette 50 ezret? A klasszikus hang, aki nagyon sokat szinkronizált, az egy sokkal mélyebb és egy kicsit unottabb, igen. Tehát ő nem játszotta ennyire a dolgot. Hát most látta először is izgult. Így lesz itt. Akkor meglátta a hatalmas Jabbát egy pillanat. A hatalmas Jabba miért fizetne 50 ezret? Igen, ez 1983-as egyébként, és ez a Jedi visszatér már hangalámondással. Tehát ugye a mostani generáció, a fiatalok ezt nem is ismerik, de hogy mi így televízióztunk, illetve így videóztunk. Uh-huh. Tehát ez volt. Mert hődetonátor van nála. Uh-huh. Itt az elő, ugye, milyen jó rész. Iszonyú jól hangzik. A Boba Fett fegyvert ránt. Hődetonátor van rajta. Mi a francia ez a hődetonátor, de nagyon durva. És elővesz egy biliárdgolyót, amiben három LED lámpa volt beépítve. De egy tökéletes, mert szétnyílt, így kinyílt, és akkor lehetett látni, hogy tényleg valami világít benne. És mindenki nagyon-nagyon kellemetlenül érezte magát. Na, visszatér a Darth Vaderre, csak még egy pillanatra, szegény. Én ezért sajnálom David Prost. Érted már, hogy miért mondom, hogy azért így, se csajozni nem tudtál az elmúlt 30 évben, egy közönség találkozóra bárki el tudott menni helyetted, aki felvett egy WC-t a fejére, ami fekete volt, meg egy viszont fekete ez jó köpeny. Is volt, mert ha otthon akart maradni, akkor csak szólt, mit tudom én, az öcsének, a szomszédnak, akárkinek, egy kevésbé jó Shakespeare színésznek elment helyett, aztán eljátszott. Azt tudjátok, hogy ő volt Magyarországon közönség találkozón, csak mondom. Igen. James Earl Jones volt az utolszinkron, egyébként írják, tényleg így van. Igen, ő volt az utolszinkron. Mondjad? Hogy ő volt Magyarországon közönség találkozón. Ez a David nevű fiatalember, esküszöm, a magyar Darth Vader klub, vagy hogy hívják őket, vagy Csillagok háborúja fan klub meghívta, és volt Magyarországon. Szerintem mi vagyunk az egyetlenek a világban, aki elhívta őt. Pont azért, amit te elmondtál. Mert hogy bárki jöhetett volna, de Magyarországon ő volt egyszer. Az nagyon jó. De hát egyébként ez mindenhol hálátlan, szerintem a szinkron színészek sem örvendenek olyan nagy népszerűségnek, mint maguk a színészek, pláne egyébként ebből a szerepben, hogy Pistoff Tibor tündökölt annak idején, zseniális volt, és hát Isten nyugasztalja a szegényt, biztos nem ismerte föl senki így az éjjel-nappaliban, hogy várjon csak, nem maga Darth Vader? Biztos, hogy nem volt ilyen.
Mondja csak, az erővelem van, igen. Azt mondjuk kevesen csinálták. Mik voltak még a jellegzetes ilyen olyan hangok, amik egyébként beépültek? Most nem csak a Star Warsból, hanem aminek... C-3PO. Ja, hanem csak aminek a Star Warsból. Igen, aminek jellegzetes, hogy akinek jellegzetes hangja volt. Aki olyan mesefigura volt, vagy olyan filmfigura volt, aminek ilyen nagyon jellegzetes hangja volt. Volt egy pár ilyen. Persze, a kukac. Milyen kukac? A kukac például a nagy ho-ho-ho horgászból. Ja, a kukac a ho-ho horgászból. Mikó István. Igen. Például nagyon-nagyon jellegzetes volt. Igen. Az nagyon, illetve hát ott azt hiszem, hogy Balázs Péter volt a horgász. Az is. Ő volt, igen. Igen. De ő is énekel az elején, igen. Csak a Csubaka hangja se igazi? De. Az igazi? Igen, az igazi. Csak nem tudom, hogy kivel mondották föl a szövegen. Hozt ennyi. Igen. Na én nem, csak érdekes volt ez a dolog, mert ezt meg akartam mutatni. A Donát Kacsának volt még egy nagyon fura hangja, nem? Úristen, érthetetlen, az annyira idegesítő, igen. A Donát Kacsa. Az mi volt? Én gyerekkoromban sose értettem, és mindig meglepődtem, hogy miért beszél így. Se nem volt vicces, se nem volt érthető, az egész ilyen nagyon fura volt. Hát és belepusztott a lehetett érteni? Tehát annak volt értelme? Úgyhogy olyan szöveg volt, őt valójában mondott valamit? Mondott. Volt szövege. Igen. Úristen, majdnem visszajött a zab. Nem akarjuk ezt hallani. Aha, azt hittem. Túl szinkronizáltad ezt a dolgot. Korán reggel menni fog, de nem. Igen. Igen, ott volt rendes szöveg is, és akkor így rátolták ezt a nagyon fura effektet. Ha az effekt volt, és nem tényleg egy az egybe hozta valami beszédhibás. Basszus. Jobbulást, János. Na mindegy. Jó van, mi van David Prosser egyébként? Ő él még? Jani, ezt nem David Prosser szerintem... Ugye? Hogy szerintem él még egyébként. Igen. Nem? Most értem, egyszer olvastam az interjút, hogy nagyon megbánta, hogy elvállalta, és soha nem tudta volna, az tudja, hogy nem tud ebből kitörni, akkor az biztos, hogy nem vállalja el egyébként. Hurvinyekbe, Spejből és Hurvinyekbe arra. Emlékeztek, ott is milyen szörnyű hangok voltak? Ja, azt hittem, hogy abban kellett, hogy David Prosser. Lemegyünk Jerrykkel a fáskamrába, magunkkal visszük Mányicskát is. Vagy valami ilyesmi az volt. Az is nagyon nyomasztó volt. Jerryk, Jerryk, merre vagy? Ó, atyám, azt hiszem, ez az autó már nem működőképes. Igen, és így beszéltek. Ilyen nagyon fura volt, hát ők mind debilek voltak. És azért hagyott ennyire mély nyomot benned egyébként, mert ilyen fura hangon beszéltek. Tehát azért maradt meg ennyire szörnyű emléknek, mert hogy nem, egyszerűen nem tudtad kiverni a fejedből, hogy így beszélnek. Nem lehetett. Egyébként rákeresnem David Prosserre, azt mondja, hogy 79 éves, jó egészségnek örvend, hát legalábbis reméljük. Az alapján, a kép alapján viszont, amit találtam róla, az első kép egyébként egy olyan fotó, amin egy Darth Vader-es pólóban van. Tehát, hogy az annyira nem zavarja. Nem, az, hogy megőrült szegény, ebből beleőrült. Tehát, hogy Péteres pólóban van. Egyértelműen. És azt még rá tudná írni, hogy Andynek? Ez volt az utolsó tévedésed, Andy. Igen. Igen. A Vásári André írt nekünk, hogy ő volt Darth Vader. Na jó van, igen, ez egyébként valószínű. 7:30 pontosan, köszönjük szépen az SMS-eket. Van egy fontos közlekedés, ezt ebben a pillanatban láttam, hogy van egy trafink, méghozzá az M3-ason, igen, megvan a 42-es kilométernél, egy kicsit elbújva, a benzinkút után figyeljen mindenki jobbra, mert hogy ott vannak, és Szolnoknál a 4-est lezárták, leterelnek mindenkit Abony felé. Ezt Vica küldte nekünk, úgyhogy ott is figyeljetek, valamint az Istenhegy út aljában, a Galántai utcánál a lefelé haladókat próbálják bemérni egy rendőrautóból, és elég sokan belefutnak, mert nem szoktak ott mérni. Mart Timi küldte nekünk, hogy ott is mindenki lassítson, vagy menjen óvatosan. 7:30, jönnek a legfrissebb hírek, Ákos elmondja nekünk, hogy mi a helyzet az utakon, és a nagyvilágban, aztán jövünk, játékra lehet jelentkezni, jövünk a hírek után. 3:48 lesz, fontosan 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy azt hiszem, milyen közlekedési híreink vannak az M7-esről, az egészen friss, hogy lezárják. Úgyhogy igen, hát ha valaki arra szeretne menni, az figyeljen, mert korán reggel majd lezárása lehet számítani, és egész nagy útterelés lesz. Ugye erről beszéltünk, hogy teljes útzár lesz, mert hogy találtak valami bombát, és ezeket a bombákat most elszállítják, úgyhogy 9 órától Székesfehérvár és Polgárdi között nem lesz M7-es. Úgy, ahogy van, lezárják ráadásul mindkét irányba, úgyhogy nem is nagyon tudtok arra felé menni.
Azt nézem, hogy mi van még. Török Bálinton, Diósd után fotóznak, ott az egyik nagy mobil szolgáltatónál elbújva a fák mögé. Ritkán szoktak, úgyhogy ez is fontos volt. Köszönjük szépen. Valamint a nulláson észak irányba jól lehet haladni. És Gyöngyös kifelé trafi a ködben. Vigyázzatok, figyeljetek, mert cserélik a helyszínt. Üdv TS a PS-től. A TS a PS-től küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Balázs, adj helyzetjelentést egy mondatban, van ott Kentrél köz Tamás. Gyerekek, itt alig volt olyan, hogy sütött a nap, folyamatosan be van borulva az ég, mint ahogy ma is, tegnapi szakadó eső volt, hatalmas vihar, de amikor süt a nap, akkor nincs semmilyen repülő mozgás nincsen. Tehát vagy annyi a krem... csíkok, se semmi. Ha annyi a chemtrail, hogy felhőnek látszik. Tehát lehet, hogy tulajdonképpen ott tök jó idő lenne, csak már tele chemtrailezték az egész eget. Nem? Ez nem egy jó összeesküvés elmélet? Igen. Ja, hogy már annyi van, hogy már nem tűnik föl. Bizony, és nem félrem, kék chemtrail van. Igen. Igen. Azt írja egy hallgató, hogy nagyon sok mesehangot és közismert személy hangját tudom utánozni. Adásban szívesen megmutatnám. Az megvan, hogy bepirosoztam, hogy azok, akik állítólagosan magukról azt gondolják, hogy sok közszereplő hangját tudják utánozni, esetleg 90%-ában nem ismered meg, hogy mit utánoznak? Uh-huh. Aki nagyon magabiztosan mondja, hogy nagyon sok közszereplő hangját tudja utánozni? Aha. Várjál, ez most te vagy, ugye, és megpróbálsz egy közszereplő hangját utánozni, ugye? Eltaláltam, jó van. Ugye, hogy ilyen? Na, kipróbáljuk, meghallgatjuk csak, hogy ki tud utánozni? Hogy ne, csörögjünk rá. Megpróbálj kitalálni majd. Sose értettem az utánzást. Soha. Teljesen megfoghatatlan műfaj számomra. Olyan, mint amikor bohóc vagy. Tehát egyszerűen nem értem. De paródiában jó. Tessék? Paródiában jó. Egyébként paródiában jó tud lenni, igen. David Prose-nak már van egy saját fitness terme. David Prose Fitness Center. Ez a neve. Ezt írja valaki, hogy a Google-ben megtalálta. Volt a testépítő volt, színész testépítő egyébként. Nem nézett ki rosszul. Igen. Nem nézett ki rosszul a 70-es években. Igen. Na, hívja az Anna, meg hívja, csörög. Itt is van a hallgató. De a nagy csörögben is... Aha, igen, így körbejárt érzése, néha megrázza magát. Kicsit kár, hogy nem vagyok ott. Biztos felkérném, biztos beszállni. Attila, jó reggelt, hello. Sziasztok, Attila vagyok. Attila, te tényleg sok mindenkit tudsz utánozni? Így van. De ezt te mondod magadról, vagy közben takarítanak, azt halljátok, hogy húzzák a porszívót, visznek ki egy csomó mindent. Te mondod magadról, vagy mondják mások, hogy milyen jól utánzol másokat? Másoktól is hallottam már egy is értékülásomat. Aha. De hogy jöttél rá egyébként? Elkezdtél valakit utánozni, ment, és aztán egyre több mindenkit utánoztál? Donát kocsával kezdődött, kedvenc mesén volt. De gyűlöltem. Utána többieket is próbáltam, és rájöttem, hogy megy. De ez most saját magad, vagy Attila, vagy ez már egy másnak a hangja? Nem, ez már a szomszéd. Vagyok, csak egy picit izgulsz. Aha. De ez egyáltalán nem baj. Donát Kacsáról, hogy beszéltünk, ő értelmes dolgokat mondott, a Jani azt mondja, hogy volt értelme. Gyerekként még soha nem értettem, de hogy az ő hangjába beletorzítottak, de ő alapjában mindig mondott valamit, aminek volt értelme, nem? Valószínű, igen. Ja, hogy te se értetted, és úgy utánzod. Aha. Én sem, de most, hogyha egy mondatot elmondanátok, azt szívesen elmondom, például Donát Kacsáról. Ezzel még fellépsz a munkahelyeden, vagy ezzel még szórakoztatsz valaki, gyerekeket, unokákkal, tehát ezt használod? Nem, maximum a haverokat. Más? Sör után péntek este. Aha. Ezek szerint vannak még. Tehát nem riasztottad el őket ezzel a képességeddel az évek során. Lenne. És mit tudsz még? Vagy kit tudsz még utána? Zed, mi van még a tarsóban? A hangját. Korda György. Kinek a hangját, bocsánat? Donka Atács. Balázs, felismered ezt a hangot? Aha, ő a Balú kapitány. Így van. Mondtam, hogy jó lesz. Mondtam, hogy hívjuk föl. Na, mutasd a Donát Kacsát, csak kíváncsiságból. Olyan régen láttam egyébként, sose szerettem, megmondom őszintén, de nagyon régen is láttam. Milyen a Donát Kacsa, az mit mond? Neki volt valami bácsikája, vagy hozzátartozója, vagy gyereke? Nem, vagy az a DuckTales volt. Ja, na, jó van, akkor az a... keverem a meséket. Mindig a kacsák voltak. Na, mutasd, hogy szól ez? Ez mondjuk király, ez tényleg ilyen. Ennek ez egyébként egész jó. Még. A Janinak nagyon nagy kedvence volt, de a Jani nagyon szerette. Jó, most valami ráment. Rágurult egy terrautat az egyik lábára. Szólj az unokádnak, hogy most menjen el a telefontól, és téged akarunk. Ha egy mondatot elmondanátok, és azt mondom, akkor úgy ki lehet lejteni. Várj, a Donát Kacsának mi volt a sztoria? Ő volt az, aki mindig ilyen kalandokba vett részt, nem? Valahova mindig, valami mindig történt vele. Elrabolták? Ez nem az? Uh-huh.
hajóra került, utazol. Nem most kevered egy másik rajzfilmem, Babis Kalandok története. Ő volt a lúzer, ami kiegér mellett. Igen, mondhatni. De nincs is jelentősége. Figyelj, mi legyen a mondat? Úgyse fogjuk érteni teljesen mindegy. Dehogy nem. Mi legyen a mondat? Azt mondja, hogy jó, legyen az, hogy jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni. Nem. És tök olyan. Ez jó. Atya úristen. A Csillagok háborújából van még valami a hang, ami megvan? Egyébként ott volt egy nagyon sok hang. Onnan sajnos nincs. És mi van még? Mit mondtam? Hát a Don Kartács, akkor azon a hangod is elmondom ezt a mondatot. Hát ez nekünk nagyon nincs meg. A Don Kartács, ez a Balú kapitány című rajzfilmben volt, igen, de annyira nem emlékszünk rá. De ki tudsz még? Korda György. Na, hát ha nem kíváncsiak vagyunk. Na, Korda György mondja a jegyeket, bérleteket. Hogy mondja? Korda György alszik? Vagy melyik? Korda György ledobta az égszíjat, és fekszik. Ja, hogy átkapcsolsz magadban egy kapcsolót, és akkor úgy aha, tehát a Donát kacsából át kell állnod a Korda Györgyre. Aha. Na jó, ez az utolsó, aztán megyünk tovább. Klarikám, ha felszállunk a buszra, akkor majd mondani fogják, hogy jegyetek, bérleteket, kérem ellenőrzésre felmutatni. A vége az megjött. Hát, igen. Az elején még volt egy kis Donát Kacsás benne. Na jó van, oké, hát igen, a Donát Kacsa messze a legjobb egyébként. Ez messze a legjobb. Oké. Azt nagyon jó tudod. Jó van, köszi, csáó, vigyázz magadra, hello, jó munkát. Csáó, hello. Ezzel szerintetek lehet csajozni? Szerintem ezzel ne csajozzál, ezzel ne. Állsz egy szórakozóan, és akkor szia. Na, hello, szia. Hello! Tudod, és akkor visszatotolsz egy ilyen. Igen, tudom, Donát Kacsát utánozni, hát egy jó érzésű csaj elmenekülettől. Tehát, hogyha te hangutánzással próbálsz csajozni, az rettenetesen nyomorul. Tehát szerintem nincs nő, aki ott marad. Nem, és oda mész is Donát Kacsa hangon, azt megkérdezed, hogy akar-e valamit inni, mert szívesen meghívnád, azért az elég kellemetlen szerintem. Hát igen, de az Olivérnek, a Csolvérnek biztos bejött, nem? Hát, jó, igen. De hosszú távon neki is más. Igen. Na jó van, játszunk, méghozzá valaki kitalálhatja, hogy mit énekel Óven bácsi és Beru néni. Ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Rettenetesen szenvedtem mindig is a hangutánzásoktól. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Tamás vagyok. Hello, Tamás, onnan hívsz minket? Pusztamonostorról. Pusztamonostor, mit csinálsz ott? Hát, sofőrködök, és itt maradtam éjszakára. Aztán úgy gondoltam, hogy reggel így játszunk egyet. Bízom benne, hogy nem sikerrel járok. Uh-huh. Mit jelent, hogy ott maradt, hogy ott hagytak, vagy... Nem, tegnap itt leraktam, aztán várom, hogy majd mai nap valahogy folytatódjon. Aha. Uh-huh. Őt lepakoltál, és akkor ma mész majd valahova. Valahova, így van. És ilyenkor nem is tudod, hogy mi az úti cél, meg mit kell vinni? Megvárod a reggelt, főnök rácsörög, vedd föl Aha, így, konkrétan így. Kemény, azért ez is kemény meló, gyerekek, hogy úgy ébredsz, hogy fogalmad nincs, hogy mi lesz ma. Nem mindig van így, hanem. Most így alakult. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó. Kint van a lovaknál. Fura lovaitok voltak. Törpe lova. Törpe pónik, igen. Na, jön egy rövid részlet az énekből, figyelj. Na. Hát igen, ez nem az elsőre. Nem lesz meg. Rövid részlet jön, figyelj. Na. Húha, ezt így nem tudom, így ebből. Magyar, azt lehet tudni egyébként, magyar föld így lehet barkóbázni, vagy? Hát barkóbázni nem lehet, tudni lehet. Tudni lehet, hogy külföldi, mennyit segítünk. Húha. Yeah.
Még egyszer kérhetném. Igen. Na 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 na. Senki nem segít nem. Neked? Egyedül vagy? Egyedül vagyok konkrétan. Nem tudom ezt így ebből nem tudom kitalálni. Aha. Na figyelj, a hosszabb részletben szerintem már be fog ugrani, és akkor még egy ajándékcsomag egy része meg lehet. Kivettük a bögrét, figyelj. Na 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 na. Hamis, nem? Hát egy kicsit, de hát most érted. Ez ott a hosszabb? Már meg nem adtunk sokat, nem baj. Nem vagyunk túl bőkezve. Az bizony, Metallica, így van. Igen, mutatjuk az eredetit, figyelj, ez lett volna. Igen. Azon kevés lassú számok egyike, ami a Metallicához tartozik, mert nincs nekik olyan nagyon-nagyon sok. Metallica, így van. Metallica. Ismerős az első részletből is, de valamiért úgy nem tudom, nem Metallicára gondoltam. Mondjuk valamiért. A második részlet az pontosan egy másodperccel volt hosszabb, vagy talán egy fél másodperccel, mint az első, úgyhogy... De valamiért mégis. Nem. Jó van, megvan az ajándékcsomag. Jó. Köszönöm szépen, akkor további szép napot nektek. Köszi, küldjük arra egy fuvart, hogy valaki vegyen föl, vagy legyen valami. Jó, most hallott a főnök, akkor biztos, hogy lesz valami. Jó, köszi a játékot. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, hello. Tudom, nem. Te meghallgatnád. Ugye, gondoltam. Hogy meghallgatnád? De mi játsszuk ezt a dalat, nem? Nem. Nem játsszuk? Nem. Vannak olyan dalok egyébként, amiből meghallasz két hangot, és abban a pillanatban legszívesebben szépen elindítanád is, meghallgatnád is. Bármikor, bárhol. Na, ez például pont. Van te egy Trafi Szentendrén az autóbuszállomásnál, ezt Ati küldte ugye, nekünk. Tudtam, hogy nem. És Dunaújvárosban a Dózsa-György út, Kalos-Dénes út, igen, meg Kalos-Dé út kereszteződésében kis teherautó, személyautó karambolózott. Ez is ebben a pillanatban jött. Ez Dunaújvárosban van egyébként. Szentendrén, ahogy mondtam, az autóbusz állomásnál van egy trafi. Mérnek az M3-ason a 41-es kilométernél. Baleset van Abonyban, és mindenkit leterelnek, úgyhogy előtte kerülőt kell tenni, ha valaki arra megy, és süsükülte nekünk. A 24-es úton 50 méteres a látótávolság. Gyerekek, és közepes a forgalom. Ezt Kacsa küldte nekünk. Most még mehetek az M7-esen, kérdezi valaki. Igen, egészen 9 óráig lehet használni az M7-es azon szakaszát, amiről beszéltünk. Úgyhogy ott lehet menni. Budai alsó rakparton lassú a haladás, még mindig le vannak zárva. Felhajtók a Margit hídnál, emiatt hatalmas a dugó. Ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. És Kőbányán... Zalka mellett a vasúti átjáró alatt szintén van egy trafi, és ott is fotóznak, ez is SMS-ben jött. 5 perc van pontosan, 8 óra, Ákos jön újra a legfrissebb hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Zalaegerszegen a 74-es főút és az olajfinomító kereszteződésénél egy autó az árokba hajtott, ezt Attila küldte nekünk. 2 Ávác-tól Ködös, mindenki vigyázzon magára, üzeni Livi. Aztán hatalmas a forgalom a 10-es úton. Vörösvár Flórián tér 1 óra 15 perc, gyerekek. Ászta. Gyalog is gyorsabb lenne, építkezés sehol, ezt Ákos küldte nekünk. M5 belterületén van egy trafi, ez a 3-as úton van. Aztán Szeged felől a 47-esen a Kökénydombi csárda udvaráról trafiznak egy rendőrautóból. Ezt Gubanc küldte nekünk. Répcelak belterületén Csorna felől érkezőket mérik. Üzeni Norbi. Gyömrői úton kifelé a kút után trafi. Fúha! Hát ez évvégi. Csű, ugye? Ez évvégi költségvetés foltozás, de ez nagyon kemény, gyerekek. Trafi 60-ban a Suzuki előtt kifelé mérik a haladókat. Ezt Kacsa küldte nekünk, köszönjük szépen. Hangutánzást utálták néhányan, ennek örülök, mert mindig azt érzem, hogy nem csak velem van a baj. Gyerekek, Abony katasztrófa, 4-esen történt baleset miatt, ez süsű írja, igen, ott mindenkit leterelnek. És fontos, hogy az M7-esen 9 órától már nem lehet közlekedni, teljes útzár lesz az M7-esen, méghozzá Székesfehérvár és Polgárdi között 9 órától, ugyanis robbanótestet találtak, és a honvédség tűzszerészei kivonulnak, és hatástalanítják majd ezeket a bombákat, tehát Székesfehérvár és Polgárdi között az teljes útzár lesz az M7-esen, ott mindenkinek kerülni kell. A 63-as kihajtónál lehet majd szépen kikerülni ezt a kis bomba hatástalanítást. Vagy pedig később indulni. Na, mondtad, képzeljétek el, persze.
Na, beszéltünk róla reggel, hogy mostanában már kezdünk így lefűzni erről az afrikai létről, és kezdünk átállni így lélekben arra, hogy megint otthon leszünk majd Budapesten, és akkor felveszünk a régi fonalat, éljük a régi életünket, és tökre örültem neki, hogy például hétfőtől én már, egyébként akik otthon vannak, már most is kipróbálhatják a dolgot, van a BKK-nak, meg a Google-nak egy ilyen közös kezdeményezése, aminek az a lényege, hogy mit kell csinálni, ha ég a busz? Így van, például, igen, kifejeled az ablakot, rákeresel a Google-ban, a vérzős sebedet. Menekülési útvonalak a hármas metróról, igen, ha ég a metró. Érzem az iróniát a felvetésedben, és azt gondolom, nem? Hogy van is alapja bőven, de próbáljunk meg az élet napos oldalára koncentrálni, arra néhány pozitívumra, amit fel tud mutatni a BKK. Na és ez egy ilyen dolog szerintem, hogy ugyanis az a lényeg az egésznek, hogy a járatokat, a különböző járműveket, BKK járműveket, azokat te a Google segítségével láthatod majd, meg tudod nézni azt, hogy éppen hol tartanak, és ez például tök jól lehet akkor, amikor mondjuk utazást tervezel, A pontból B pontba, vagy esetleg C-be, D-be, vagy E-be szeretnél eljutni. Jó hosszú út lesz. Ugye? Sok ugye? Helyre mész. Sok az átszálló. Mondjuk nem a menetrendre kell hagyatkoznod elsősorban, ami hogyha pontos meg precíz, akkor ugye alapból nem lenne semmi gond, de hanem az igazi megérkezési időpontokat láthatod majd a kis okostelefonodon, vagy adott esetben még otthon, a számítógép előtt ülve. Tök jó pofa dolog szerint. Na most azt várj, segíts nekem, én nem járok BKV-t, én nem értem. Tehát, hogy várom a hetes buszt. Igen, és otthon megnézem, hogy igen. A hetes busz, ami egyébként 6 percenként jár, az mikor ér oda az én megállomba? Igen. Igen? Hát elvégben napközben, amikor mondjuk nagyon sűrűn járnak a különböző járatok, pont a hetest mondtad, ami nagyon-nagyon sűrűn jár, aha. De vannak azért olyan járatok, amik egy picit, mit tudom én, 4 óránként, 20 percenként, stb. És ezeknél azért tényleg nem baj, hogyha tudja az ember, hogy pontosan mikor ér abba a megállóba, ha ráadásul időre mész valahova. Szóval ez egy tök jó kezdeményezés. Ránézel a kis telódra, és akkor látod, hogy még 2 megállóra van, de jön. Nem lángol, nem ég, nem borult fel. Tehát ez nem egy rohadt ilyen, ez le, ilyen, jön. Tarts ki, ne aggódj, érkezünk szolgáltatás? Így van, ez is a rövidít. Nekem is van egy ilyen rövidítés. Nekem tarts ki, a név? Ne add föl, bíz bennem, nem sokára jövünk, nem vagyunk ez ott időben, de jövünk. Ez az úgynevezett TMBJ szolgáltatás. Tarts ki, ne aggódj, érkezünk. Mondjad, Feri? Hogy egyrészt ez a futár név, ez nekem olyan furcsa, mert az ugye azt a takarja, hogy te BKV-val akarsz csomagot küldeni. Nekem legalábbis ez ugrott be, aha. Amikor a BKK futárt meghallottam. Picit személytelené teszi az utast, nem? Így van, tehát nem csak kell elvinni, csak egy csomag vagy egyrészt, másrészt pedig én magam is letöltöttem ezt a programot, és egyébként tényleg hasznosnak tűnik, hogy majd megint a megvalósítás lesz a nagy kérdés, hogy fog működni. Ahogy belépsz, rögtön megadja a te helyedet, meg tudod nézni a közeli megállókat, és tudsz útvonalat is tervezni vele. Figyelj, elviekben már most működik. Így hát, van, már megy. Igen. Jó reggelt, sziasztok! Anna, hello! Ciao. Én már használom ezt körülbelül 4 hete ezt a programot, tehát most olyan már szerintem... Olyan régen megy már. Bizony, nagyon régen megy, legalább biztos egy hónapja. Biztos, hogy került a figyelmemet, mert most nem volt nálam aktuális. Én letöltöttem, és szerintem csak tökéletesítik, tehát finomítják, meg a nagy csomópontokra most kerülnek ki a kijelzők, mert nyilván apróbb megállókba nem teszik ki őket, nagy csomópontokon, például a Lehel térre most láttam a napokba került ki a kijelző. Marha jó, mert akinél nincs okostelefon, csak fölnézel oda, és ott van. Újpest központ végállomásnál, ott is ott van tök már jó. A kijelző. De az okostelefonodon így van, nekem is le van töltve, én használom, és halálosan pontos, csak mondom, rettenetes pontos. Jelzi, hogy alacsony padlós járat jön-e, például idős embernek, vagy egy mozgássérült embernek. Jelzi azt, hogy hol tart, tehát meg tudod nézni. Én nagyon, iszonyatos profi az egész. Na, nagyon, akkor nagyon egy csomó olyan funkciója van, amitől én nem is tudtam. Nagyon-nagyon sok. A lépcsőzést is mindent, írja a mozgáskorlátozottaknak, vagy hogy van-e mozgó lépcső, mennyit kell sétálnod így a van. Megállóig, és még azt is tudja, képzeljétek el, tök jó, hogy nem csak az adott időben tervez, tehát hogy most akarsz menni, hanem beírod, hogy 14 óra 30 perckor akarsz elindulni, de ezt most reggel megcsinálod, és akkor ő szépen kiírja neked, hogy te 14 óra 50-re fogsz odaérni, ahova akarod. Így van, marha tehát jó, megmondja perc. Pontosan. Nagyon iszonyatosan profi. Állítólag miért mondanák, hogyha nem igaz, hogy Európában 5-ként nálunk vezették be ezt a rendszert. És teljesen jó. Volt tök jó, mert most ránézek a térképre, és azt látom, hogy a Pest-Szent Lőrinc béketér végállomás, és mondjuk azt mondja, hogy az iparvasút megálló között a
villamos szakasza, három villamos van jelenleg. Egy pedig nem. És jár mindegyik, vagy lerobbantak? Nem tudom, viszonylag lassan mozognak. Lassan mozognak? De ezt már megszoktam az utóbbi 45 évben. Kis piktogramok, hogy mit tudom, lángoló busz, trori. Teszem. Kikérem magamnak a pékakára. Komolyan kérdezem, mit tudom én, a 70x-et troli lerobban. Annyiból? És akkor látsz egy ilyen kis három csóvát, amint kitör a buszból, egy szirénázó mentőautó, egy szirénázó. Annyiból jogos egyébként, hogy mi történik. Egyébként jogos a felvetés, mert hogyha esetleg egy valamiért nem jönnek, és egy nagyon sokszor előfordul ez, sajnos, vagy sokszor előfordul már múltban, hogy ott álltak az emberek, és marhára tipeget topogott mindenki, egyre ingerültebb volt, nézte az óráját, várta a pótlóbuszt, vagy ilyesmi, fogalma nem volt arról, hogy mi történt, mert nem tudták bemondani, vagy nem mondták be. Na most ránézel erre a kis szolgáltatásra, és akkor látod azt, hogy tudom én, hogy az addig megszokott sárga kis villamost jelző piktogram, piros. Igen. És tudod, hogy akkor valami gebasz. Vagy látod, hogy a kék metróban ilyen sok szaladó ember, így a mozgó lépcső, egy kis mozgó lépcső piktogram, az is neki szalad, és egy nőnek lángol a haja. Aha, és utána pedig megjelenik egy ilyen kis Pac-Man, és akkor jön a Pac-Man, megeszi a metrót, igen, és jön utána egy ilyen kis alak, mint amit a vízállóforma, és fúj egy ilyen poroltót. És akkor tudod, hogy nem jön a metró, mert hogy mondjuk ég a metró. És például ellenőrt, ellenőrt lehet rajta jelezni? Első ajtós felszállások vannak a legtöbb helyen már, nem kell jelezni, mert föl se engednek. Aha. Tehát ennyi. Nagyon-nagyon sok helyen már, alig van olyan, hogy felszállhatsz akárhol. Kihal az ellenőr szakma, gyerekek, hát ezt is megértük. Igen. Mert az lenne jó, hogyha valaki... Mondjad? Hogyha oda-vissza működne a dolog, érted? Most te kapod az információt, mint utas, de te is adhatnál egy ilyen visszajelzést, hogy ellenőr a hetes buszon. Vagy késik ez a rohadék busz. Aha. Nem? Nem lenne jó? Én nem értem, hogy miért a BKK vagy a BKV vezette ezt be. Tehát, hogy a MÁV-nál ott nem lenne sokkal fontosabb ez? Mert ott 20 perc, fél óra, egy órás késik, most a hatos villamos, meg a nem tudom, a kombinók azért elég sűrű járnak. Tehát Budapesten azért általában tudod, hogy mi történik, nem? De például a MÁV-nál, ahol vannak fél óra, egy óra, másfél órás késések úgy, hogy a szemed serebben, tehát úgy késik 40 percet, hogy már fel sem emeled a fejed. Ott nincs egy ilyen szolgáltatás, hogy meg tudod nézni, hogy hol van a te vonatod, és nem lenne baj. És meg ezzel múltkor beszéltünk, hát ez van, nem? Ezt szoktuk is nézni, ez a mavstart.hu van, egy ilyen térképes. De csak azt látod, hogy mennyit késik. Nem, azt is, hogy nem hol a tudod, vonat. Pontosan... De, látod. Tudod pontosan, hogy... Igen, a kis piros vagy sárga pötty, ugye, hogyha nem késik, akkor zöld, azt hiszem, ha kicsit késik, akkor sárga, ha többet késik, akkor narancs, és piros, hogyha egy óránál többet késik. Na jó, de várj, ott a térképen tudod, hogy hol a vonat? Tehát úgy, ahogy itt mondjuk Kőbányai út, nem tudom, ott megmutatja neked, hogy hol van a vonatod? Igen, aha, így a kis pötty megy szépen a vonat sínen, és akkor látod, hogy már beérte az állomásodra, vagy sem. Általában nem, ugye? Hát általában nem, igen. Mert ott lenne a fontos, hogyha van mondjuk még tényleg fél órád, vagy háromnegyed órád, mert a BKK, jó szolgáltatás, nem mondom. Ez valaki egyébként megnézte már, hogy real time-ban tényleg ott tart. Igen, én ezt folyamatosan nézem. Igen? Most például elmentem a Lehel térre, és az Árpád híd irányába, a 76-os alacsony padlós Jászai Mari tér irányába megy egy troli, egy perc múlva ér a Lehel térre, csak mondom, aki ott várakozik. Most ért a Lehel téri megállóba. Ebben a pillanatban, amikor kírja, hogy most. Igen, most. Egy most. Buszvezető hallgatón kírja konkrétan. Így van, hogy ez halálpontos. Igen, a futás jól működik, kipróbáltuk, nagyon pontos. Így van, így van, így van. Percre pontosan működik, Balázs. Mikor azt írja, hogy most, akkor fordul a Népfürdő. Tehát pont nem van a megállóba. Meg gondolom áthalad egy érzékelőn. Volt már egy telefonnal a kezedbe, beálltál a busz megállóba, beállt a busz, de nem szálltál föl, mert a telefon nem jelezte, hogy bent van a busz. Olyan nem volt, de... Mondod, hogy te a programnak hiszel, nem a szememben. És nem szálltál föl, ez nem mondtad, nem lehet ez itt. Még nem lehet itt, 10 másodperc múlva fog beállni. És a busz ben volt, meg az, hogy lekésted a hetet. Nem késtem, de olyan van, hogy tényleg ott állok a kezembe a telefonnal, és nézem, hogy pontos-e, és ezzel szoktam szórakozni, és tényleg halálpontos. Tehát mikor megjön a megállóba, beírja, hogy most, és akkor élvezem, hogy akkor szállok föl, hogy most. Tehát, de nagyon-nagyon pontos. Hát persze, jó, hát nem lehet nem pontos, hát GPS van benne, áthalad, gondolom, egy valami olyan rendszeren érzékeli, hogy ott van, és kiírja, hogy most. Látod, itt most mutatom Ferinek. Most, igen. Ott van, most, a Lehel téren ott Anna van. Anna kicsit rá van gyógyulva erre. A MÁV-nál vonadroidnak hívják. Vonadroid. Vonadroid, ez a szolgáltatás. Igen. Jók ezek, szerintem nagyon praktikusak. Marha jó. Egyébként van olyan járat, Balázs, ahol mit tudom én, 20-25 percenként jár, például a fővárosban is olyan busz, azért annál nem mindegy, hogy pont lekésed. Hát, és ott dekolsz mondjuk egy esős időben a megállóba egy jó 20 percet. Tehát akkor érted, megnézed szépen, azt mondod, hogy ja, most ment el, akkor várok még ott, mint a kávézóba egy negyed órát.
Tök okos. Nagyon jó. Én nagyon bírom. Na, nézzük meg, keressünk egy hallgatók, írjatok nekünk, hogy ki hol van. Jó? Nem most, hogy kíváncsiságból. Hogy melyik járaton vagytok, éppen hol vagytok, annak pedig a program nagy ismerője megtalál benneteket, hogy valójában tényleg real-time-ban működik. Én ezt elhiszem, nyilván egyébként, hát ez egy sima GPS alapú dolog, tehát ez abszolút jó. És olyan nincs, hogyha mondjuk a te járatot késik, akkor kapsz 3 pontot, és akkor mit tudom én, pontgyűjtő lehetsz, és a késések alapján neked jóváírnak valami. Milyen jó lenne, ilyen plusz szolgáltatások benne lennének. Mondjuk a te járatod, te tudod bizonyítani, hogy a program alapján minden valahogy ott állsz a megállóba, kapsz egy QR kódot, vagy bármit, és te lekésed, vagy ott vagy, de vársz, és nem jön meg a járatod, és minden egyes késő járat után az adott utasokat jóváírnak néhány pontot, és X pont után mondjuk lenne egy heti bérleted, vagy egy havi bérleted, ez milyen jó lenne, nem? Vagy mondjuk lerobbant troli után, vagy bármikor, te kaphatnál plusz pontokat, ha neked a járatod késik, ez már abszolút jövő, mondjuk 5 késés után neked jóváírnák mondjuk a bérletet felét. Hát Jani lenne az első pontgyűjtő kártyás, azt tuti. Viccesz? Micsoda? Jani, azok után, amennyit én a pontgyűjtő kártyákat így közvetlenül vagy közvetlenül reklámoztam, nekem jár az első számozott dombornyomású kártya. Igen, bocsánat. Ez első pontgyűjtő kártya. Mit tudom én, álltál a 7-es busz megállójában, és szombat reggel kimaradt egy járat, te pont azzal a járattal utaztál volna, lehúzod a QR kódot, és abban a pillanatban jóváírnak neked X pontot. És ha van mondjuk 100 pontod, akkor a bérletedből nem tudom, mennyit levonhatsz. Mint összeg. Jó. Nekem nem? Ez nagyon szimpatikus. Ez azt jó. Gondoltam, hogy neked tetszeni fog. Nyújtsd be fejlesztésnek szerintem, hát ha hallják, és akkor ja, ez nem, jó. Csak a következő lépés lehetne. Igen. Ezzel saját magukat is ösztönzik arra, hogy a járatok ne késsenek, viszont te meg kapnál jóváírást, ha mondjuk egy hónapban mondjuk 3-szor, 5-ször kimaradt a metród pont, amivel te mentél volna, vagy kimaradt a buszod, amivel te mentél volna, és effektíve neked ezt hát lojalitás alapon jóváírják. Ez hogy igen, te vagy a mi utasunk, tényleg megszivattunk egy párszor, akkor 1000 forinttal olcsóbb a bérletet. Vagy egy igen, ingyenes vagy... kör az éjszakai járaton. Az is jó. Az nagy élmény. Ugye az jó. Az szimpi. Tök jó egyébként maga a rendszer. Most itt figyelem, picit így megmondom őszintén, beleszerettem már. Ugye? Miért van itt torlódás? Most nézem. Mondjad, hol? Most nézem az 50-es villamos Vasgereben utcánál. Miért van egymás mögött két olyan kocsi, ami mind a kettő a határút irányába közlekedik? Miért? Na? Ugye? Most az egyik ugrott 3 utcát. Kicsit rálépett. Gyerekek. Nagyon jó pofa. Nagyon jó pofa. Azért nekem ez nem hiányzik, megmondom őszintén. Jó ez a program, és tényleg használható. Tehát ez tök Európa. Ez nagyon klassz, hogy tudod nézni. Ez egész BKV-zás. Nekem hiányzik. Hiányzik már a BKV-zás, annyi ideje vagyunk már itt, hogy ahogy Aurélia szoktam mondani, már hiányoznak a véreim, hogy együtt álljunk hóban, fagyban. Ez tudod milyen? Amíg először föl nem szállsz majd az 50-es villamosra, és nem jössz rá arra, hogy úristen, mi van itt az 50-es villamoson. Szerintem ez addig fog tartani, nem? Először felszállsz, és utána rájössz, hogy na jó, akkor most megint nem. Egy ideig. Nem? De én szeretem. Én szeretem. A túljázás a fél életem. Pedig már neked is mondanám, Balázs, hogy új távlatok nyílnak előtted, ahogy jössz befelé, akkor azt hiszem a Hauszman Alajos utcánál ott leteszed az autódat, és hamarosan, mert tegnap arra jártam, felszállsz a villamosra, és áthoz a Rákóczi hídon, és itt letesz. Mit szólsz hozzá? Micsoda, hogy buszszolgáltatás? Nem. Hát ugye kérdezted valamelyik nap, hogy hogy áll a villamos fejlesztés a Rákóczi hídon. A villamos, így van, a Lánymenes hídon, vagy Rákóczi hídon, igen. Na kérlek, szépen már megvannak a sínek, a megállók is, úgyhogy már a Hauszman Alajosig bejössz a kocsival, ott leteszed az autódat, felszállsz, és itt le fogsz szállni, és azt meg tudod majd nézni az okos telefonodon. A micsoda jó dolog, nem? Nem érzem, igen. Hogy az lenne a számodra. De egyébként jó. Na. És azt összehasonlítottátok már, hogy a busz önmagához képest ott van, ahol van, ezen a térképen. Hát ezt nehéz összehasonlítani, mert ugye te állsz egy megállóba, tehát hinnem kell neki, hogy ott van, de ott kell legyen, mert akkor, amikor én nézem a GPS, csak mondom, hogy a 76-os trolibusz a Jászai Mari tér irányába 1 perc múlva Lehel téren van. Az na tényleg ott van. Nagyon jó, hogy mondod, de Anna, erre jut eszembe, hogy akik például Csepel irányába haladnak a 151-esről, és szeretnének felszállni a Kossuth téri megállón, azok siessenek, most fog bejönni a megállóba, jó? És akik a piacon molyolnak, azok is mindjárt felszállhatnak az 50-esre, a határút felé. Csak mondom, bocsánat, hogy szabadba vágtam. Köszönöm. De a programban nem ez kéne, hogy legyen a lényeg, hogy tudod, hogy hol van. Hanem. Ez nem nagy truváj, hogy te tudod, hogy hol a buszod. De érted, milyen átverés az egész? Tehát itt az a lényeg, igen. Hogy tudom-e, hogy akkor van-e ott,
amikor oda van írva, hogy ott kell lennie. Hát mert ez a program most nem azt mutatja. De mi vagy te a revizor? Ezt mutatja Balázs. De hát ez a program megmutatja neked, hogy hol a buszod. Nem, de az hogy a mikor ér a megállóba. Azt hogy, is mi, hogy mikor ér a megállóba, de menetrendhez képest összehasonlítva, akkor ér a megállóba, igen, amikor igen. kell a megállóba érni. Igen, korrigálja mert magát a rendszer, Balázs. Hogyha piros lámpát kap többször, vagy történik egy útlezárás, írtam, vagy egy baleset, korrigálja magát, mert GPS alapú. Bizony, voltan, hogy azt írta nekem, hogy 5 perc van jön a busz, majd ugrott 7 percre vissza. Így van. Hiszen és ez tök jó, mert ugye a táblán, persze én is ugye mondtam, kicsit cinikus módon álltam a dologhoz elejét, és akkor azt mondtam, hogy ha a menetrend pontos lenne, akkor erre nem lenne szüksége. Tehát minden egyes megállóban ott van a menetrend, ott van a tábla, látod, hogy mikor kell elviekben odaérni a járműnek, de ezt mondom, hogy ezzel tulajdonképpen, hogy van ez a rendszer, ezzel igen? nem kell tartani a menetrendet, csak te, mint utas, ugye tudod, de ha neked 16:55-kor el kell indulni, hogy beérjél a munkahelyre, de csak 17 óra 5-kor indul el a buszod, akkor te tudod, hogy hol tart éppen a buszod, de te nem leszel ebben időben a munkahelyedre, tehát a busz kvázi késik. De tudsz csak kalkulálni vele. Vagy módosítja neked az érkező menetrendet. De tudsz kalkulálni az esetleges késéssel. Hát de tudsz kalkulálni, de már benne állsz a megállóban, nem tudsz kalkulálni, mit csinálsz? Vársz a buszra, mert azzal hát a buszra tudsz elmenni. Nem őszülsz meg, nem húl ki a hajad, mert tudod, hogy valami történt. De értitek, hogy mit kérdezel? Tehát nem az a fontos, hogy te tudd, hogy hol a busz, persze, az is nagyon fontos, hanem tudd, hogy időben odaére, és ehhez képest ők tartják-e a menetrendet, vagy folyamatosan változik az idő, és mondjuk egy 16:55-ös busz mindig 17 óra 2-kor, 17 óra 4-kor, 16 óra 5-kor ér be a megállóba. Uh-huh. Amit te jó, hogy tudsz, de nem fogsz kiállni a megállóból, mert mondjuk nincs más alternatíva. De bennász mondjuk egy például, hogyha ugye van a droid, és hogyha beállsz, abszolút, nem érthető, csak az a baj, hogy... Tehát, hogy menetrendhez képest... Ördög ügyvédje vagy. Nem, én most csak én autózom, csak laikusként kérdezem. Autósként is érintett ez a dolog, mit tudom én, beállsz egy ilyen, mit tudom, egy sorompóhoz, igen. egy vasúti átkelőnél, és marhára mennél egyébként, de még mindig nem nyitják fel a sorompót, és nem tudod, hogy menetrend, miért. Hogy azt tartsa a kis bizédre, szolgáltatásodra, és akkor látod, hogy jön a vonat, egy perc múlva át fog menni, semmi gond, ne aggódjál. De hát ha van egy baleset, azzal nem tud a BKK mit kezdeni. Tehát azzal nem nagyon tud, hogy van egy baleset. Jó, most, de akkor de a menetrendet akkor így alapján nem lehet kihúzni, hogy akkor most van egy baleset. Értitek, hogy mit kérdezek? Persze, te tudod, hogy 8 perc múlva jön be a buszod, de a menetrendhez képest hány perc múlva jön be a buszod? Hogy azt tudják-e tartani? Azt is tudják. Igen. Jó, én nem mondom, én vagyok a laikus, hát én nem BKK-vízom, ezt ti tudjátok. Az mindenféleképpen jó, hogy megnyugtató, hogy látod, hogy úton van a buszod. Meg a program mindig a frankot látod. Tehát, hogy ez a jobb benne, hogy mindig azt látod, ami van. Nem azt, amit ígérnek mondjuk egy táblán. De akkor ilyen alapul ezután már nem kell menetrend. Nem? Minek? Hát menetrend, ott van azért minden megáll. Az a baj, hogy mindenkinek mondjuk nincs okostelefonja, mindenkinek igen, nincsen internetre szolgáltatása, de van szeme. Igen. Jó esetben. Akkor meg úgy is látja, hogy jön a busz. Na jó, mindegy. Jó, nem, én csak kérdezem, hogy ez egy jó dolog, de hogy azt megmondani, hogy hol van a busz éppen, ez egy sima GPS alapú szolgáltatás. Azt megmondani, hogy 16 óra 6-ra azt kéne megnézni, egy évben mondjuk a BKK mennyit késik. Uh-huh. Ez az érdekes adat. Hát, az, hogy hol van a busz, az tök igen, jó. Igen, de önmagához képest hol van a busz, hogyha van valamilyen fennforgás éppen a városban, tehát mit tudom én, útfelbontás, vasúti vonalak a karbantartása, hát baleset, dugó, stb. De nem, mert hogy ugye a tábla nem annyira flexibilis, tehát hogy a táblán lévő menetre nem fog igazodni ezek ez a miért van más országban menetre? És miért van mindig ott a busz 16 óra 2-re, ha be van írva? Más országban is van. Tehát érted, azt nem szabad elfelejteni, hogy jó ez a program, de ne szoktassa le a BKK-t arról, hogy a busz pontosan legyen ott 16 óra 2-kor. Szerintem, mert te tök jó, hogy tudod, hogy hol a busz, de más országban, más városban is egyébként beállsz Londonba a megállóba, és ott úgy van, hogy mondjuk jön a, mit tudom, a double decker, mit tudom, 26-os, és a 26-os megvan 16 óra 10, 16 óra 30, 16 óra 42. És egy állsz 16 óra 41-kor, nem hiszed el, hogy 16 óra 42-kor befordul a sarkon a busz Londonban, ahol akkora metropolis és olyan dugók, de és elhiszed, a busz hogy a BKK megérkezik. Vezetőség és meg az alkalmazotta is ezt szeretnék, hogy ez legyen. De én csak kérdezek. Figyelj, Balázs! És te neked nem kell nézned, hogy hol van a busz, mert tudod, hogy 16 óra 1-kor meg fog érkezni. Itt most azért nézed, hogy hol van a busz, mert be vagy tojva, hogy egyébként nem tartja a menetrendet, vagy nem ér oda, vagy félsz, hogy lekésed. Ez nekem csak ennyi a kérdés. Nem, én ezt nem így látom, hogy úgy, szabad... úgy közlekedj egy hétig, Anna, hogy nézd meg, hogy nem. A 16 óra 2-es buszod, ott van a 16 óra 2-re. De nem fog erre hagyatkozni erre a szolgáltatásra. Azt mondja, hogy most már úgy is látjuk, hogy mikor jön ide a busz, nem is kell tartanunk a menetrendet. Ilyen nincs. Persze, hogy nincs, de csak kérdezem, hogy nézzük meg, hogy mondjuk egy hétig, ha hazamész, úgy jártok, hogy
te el akarsz indulni mondjuk a piacra Anna a 16 óra 7-es busszal, vagy te meg a 16 óra 8-as 52-es, és az hánykor van ott a megállóban ahhoz képest, de nem Balázs. A GPS alapján, hogy mindjárt jön a villamos, egyébként 10 perc késéssel, mert persze, hogy ott van a villamos, ahol a GPS mutatja, hanem a beírt, táblára beírt menetrendhez képest mennyire pontos. Ez az izgalmas ebben, nem, hogy hol a buszod, hát az... 15-ös és bocsánat, és a 115-ös buszt egy hónapja követem, pont így, ahogy te mondod, halálpontos. Nem, ott állok a megállóban, és megnézem, nem úgy követem, utána. Az okos telefonomon követem, és halálpontos a menetrendhez képest. Egy hónapja, egyetlen egy percet nem késik, se a 15-ös, se a 115-ös. Tehát én ezzel a két járattal közlekedek, és na, engem nem. Ez érdekel, és a menetrendhez képest. Nem az, hogy hol a busz, mert az tök jó, hogy hol a busz, de hogy attól nekem nem érek be a munkahelyemre, tudom, hogy még 10 percet kell várni a buszra. Nem, a menetrendhez képest pontos. Aha. Abszolút. Nagyon fontos. Az tök jó. Igen. Mondjuk mi a végállomás után egy vagy két megállóval szoktunk általában felszállni, és ott még nem nagyon szokott késés lenni, de én úgy látom, hogy ez egy nagyon jó irány, ez egy nagyon jó fejlesztés, a következő lépés az kell, hogy legyen, hogy az 50-es villamos vezetőinek legyen Jani futárszolgáltatásuk. Lássák, hogy én mikor indulok el otthonról. És ehhez képest érjenek be a megállóba. Én tudom, hogy mindenben a rosszat látom, de higgyétek el, nem. Ez próbálok mindig racionálisan gondolkodni, hogy ez a program tök jó, de ennek a programnak nem szabad egy olyan lehetőséget adnia az emberek kezébe, hogy mindegy a menetrend, mert úgyis látom, hol a buszom. Kvázi tulajdonképpen leszoktat arról, hogy beálljál a pontban a megállóba, meg leszoktatja a buszokat is arra, hogy pontosan meg, mert ott van a program, úgyis látja, igen, a kedves de... utas, majd a kedves utas egy kicsit vár. Tudod, érted, hogy ilyen nincsen. Mondod? Tehát, hogy ők nem örülnek, hogy olyan nem emlegetik a jó édes anyjukat olyanból kifolyólag. Ők azt szeretnék, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtanának a pénzért, ami megfelel az ilyen európai normáknak, meg az emberek elvárásainak. Tehát ők nem örülnek annak, hogy megint ott állnak az emberek a megállóba, és aztán a tíz, hogy voltál már megint. Tehát, hogy nem. Uh-huh. Ők szeretnének pontosan odérni. Ők is azt akarják, amit te. Persze. Jó. Oké. Okay. Nincs több kérdésem, megérted ezt. Én csak racionálisan próbáltam gondolkodni. 3:49 lesz még nagyon messze, 8:30 viszont már elmúlt 2 perccel, úgyhogy lehet jelentkezni 3-as ugrásra, ha valaki szeretne velünk játszani. Jó, úgyhogy Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a 3-as ugrással már is. Erezd el, nem. Olvasd be, hogy mi történik az utakon. Nem kell ezzel az applikációval foglalkoznod tovább. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Hát beszéltük, minden oké. Okay. Működik, jó. Milyen jó volt? Milyen jó volt ez a Pet Shop Boys, nem? Azóta itt morgolodik mellettem, mint egy papa, aki nem ízét, egy petrezselymes krumplit kért egyébként rántott hússal, és nem azt osztak neki, hanem hogy hívják, a rántott csirkecombot hozott neki a jánya. A kis ételhordom, és mondtam, hogy a rántott hús nekem, azt mondtam nekem, és itt morgolodik mellettem. De jó, jönnek az események, és Jani, üzd már meg. Adjátok vissza a gyógyszerét. Balázs, hallgass el. Miért nem hagyod a többieket is szóhoz jutni? Rohadt idegesítő vagy. Mindenki érti, miért vernyákolsz. Hagyd szólaljanak már meg a többiek. Balázs, te BKV analfabita vagy. Keresétek meg a gyógyszerét. Ha majd gyereked lesz, le se fogsz szállni erről a programról. Igen, nincs igazad, Balázs. Ha látom, hol a busz, be tudok dobni egy rakétát a sarki vegyesen, amíg odaér. De jött semmi gond. Jó. Semmi gond. Ez a dolog téged érdekel, nem érint, jó? Tehát, hogy te majd beülsz az autódba, elmész A-ból B-be, mi meg ott fogunk állni a megállóban, de nem szeretnénk ott állni a megállóban, ha esik az eső, nem szeretnénk ott állni a megállóban feleslegesen, hogyha nem jár a villamos, akkor átmegyek egy buszhoz, aztán azzal megyek be a kökibe. Azt kész. Érted? Ez nekünk szól. Jó, én azt mondom. Érezzük, értjük, rengeteg empátia szorult a kis testedbe. Így van. Nagyon szépen köszönjük azoknak az embereknek a nevében, akik ezeket a szolgáltatásokat használják, de te most ebből szerintem hátrálj ki a saját érdekedben. Semmi gond nincsen. Értsd meg. Egyél még, itt van egy még egy pici joghurt, egy kis gyümölcs. Egy utolsó érvet hagyd mondjuk, és utána játszunk egy 3-as ugrást. Megvettem azt a rohadt bérletet. 10 000 forint. Nem vetted, meg nem is fogod. Jó, kocsival járok. Te megvetted azt a rohadt bérletet 10 000 forintért. De mondjuk én elkezdenék BKV-zni. 16 óra. 2-re van igen. Beírva a busz. Igen. Nem érdekel, hogy hol van előtte. 16 óra 1-kor szeretnék kimenni a megállóba. Igen. És 16 óra 2-kor kiukasztani egy kis jegyemet és felszállni. Uh-huh.
Van játékosunk? Igazad van. De azok a maradiak, attól, akik még tudom, autóval járnak. Nem jön előbb. Ha pontos a menetrend, akkor meg minek a program? Ennyi. De értem, nyilván direkt adom kicsit, hogy herge, én úgy szeretlek benneteket hergelni, és úgy szeretem, hogy a hallgatók egyébként ezt magukra veszik. Van, aki érti, mert azt írja, én szeretem, hogy Balázs értelmes ember létére beáll hülyének, és magára rázza a pofonfát. Én ezt hetente egyszer-kétszer egyébként abszolút teljesen tudatosan bevállalom. Néha egész hiteles. Ez azért van, mert sokat gyakorol értünk? Kérdezi egy hallgató Manóbá Miskolcról. Igen. Egyébként ez azért van. Én szeretem, hogy ezen ti ki tudtok borulni, és rohadtul fel tudlak benneteket ezzel idegesíteni, hogy értetlenkedem. Én ezt kicsit bírom egyébként. Vagy igen, most olyan 3000-en akarnak egyszerre megverni, aki BKV-ban járnak, azért és örülök ennek az applikációnak. Az is előszokott fordulni néha, hogy mondjuk így a beszélgetés felénél veszette ezt észre. És akkor jön előző az érvelés. Én azért sokszor eljátszom ám a hülyét ebben a műsorban. De most azért az érvelés sem, és tényleg nem akarom, hogy elkapcsolni. Jogos. Valahol jogos. Jogos, de a váratlan eseményekre is azért fel kell így készülni. Hármasugrás játszunk, már itt is van a játékosunk. Aha. Hol? Ne, ne adjatok neki még egy lehetőséget, hogy... Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Jó reggel, hello! Hello! Honnan hívsz minket, Tibi? Veresegyházáról, Tibi vagyok, szia! Sziasztok! Hello! Afrikai fenegyerekek és egy Rákóczi fejedelem. Így van, ő már itthon, de mindjárt jönnek a többiek is, hétfőn már itthon vannak. Na így van. Most, igen, hétfőn érkezünk, igen. Na, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem egy kulturált, intelligens, értelmes, szimpatikus ember számára, amilyen a játékosunk, könnyű. Aranyos vagy, említeti. Van segítséged, vagy egyedül játszott? Nem, egyedül jártam, és éppen itt izgulok, mert a kislányomnak ilyen nyílt napja van az iskolába, és aztán mondtam, hogy jövök az énekórára, csak még játszom veletek egyet a Klassz FM-be, úgyhogy most izgul a osztály is, értem. Énekórára ülsz be, mint nyílt nap? Hát mint nyílt nap, igen, mert munkámból ezt tudom megoldani, mert én épülőgépészettel foglalkozom, és akkor most a reggeli dolgot így gyorsan áthelyeztem egy kicsit. És akkor beülsz egy nyílt napra, megnézed, hogy ki hogy énekel? Hát most kénytelen vagyok. Na, a matekról már lemaradok, na, akkor már mennem kell címre. Esetleg hozod a mélyebb szólamokat? Igen, nem, csak a többi szülőben segít. Inkább a baritont, vagy ilyen altos témában hozzá tudok szólni. Aha, de ez milyen jó, hogy énekórára vagy, is. Vagy ez a Batman, ez a pa-ba-bam, pa-ba-bam, pa-ba-bam. Hány éves a lányod, Tibi? 9. Melindának hívják. 9. Csak az egész osztály drukkol neked, mert már tudják, hogy játszol, hogy bekerültél. Igen. Ha menj be az osztályterembe nyugodtan. Á, nem merek, mert nem akarom Vali nénit felbőszíteni esetleg. Vali néni az énektanár. Nem, ő a osztályfőnök néni. Ilyenkor nem szünet van? Nem? Nálunk mindig úgy volt, hogy 3/4-kor csengettek ki, és egész korban ilyenkor nincs szünet? Most vagy már megy az óra? Szünet van, csak ugye én amíg játszom veletek, addig szünet van. Csak kijöttem ott a nagy divajból az osztályteremből. Hmm. Vali néni tényleg néni hozzád képes? Vagy pedig csak ilyen automatizmus? Nem, egyidősek vagyunk körülbelül. Egyre inkább ezt tapasztal az emberben, hogy bemegy, és akkor találkozom azt a főnök nénivel, aki 3 évvel fiatalabb nálad. És milyen Vali néni? Hát, csinos. Aha, nem, no, csinos, ugye? Éreztem én, hogy rendben van. Igen, rendben van. Igen, hát rendben van szerintem. Csinos hölgy. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Már ezt kérdezted. És mit mondtál? Azt mondtam, hogy... Nincs egyes embernek. Most kicsit zanzásítva, az előbb ez bővebb. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért, Klassz FM-es Morning Show-s nyakbalkasztóért. Melyik országban található Hargita megye? Melyik országban Hargita megye? Hát ha úgy emlékszem, akkor ott a errel kezdődő ismerőseinknél, ha jól gondolom. Hát, ha kimondod, az jó. Romániában, ha jól. Románia, így van, Székelyföld. Jó, mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés, dedikált Egér Elátértért. Ki volt Magyarország királya a Muhi csata idején? Hű, Muhi csata. Ajajajaj. Ez már egy keményebb sztori. Aha. B betű vagy L betű? Nem tudom. De
mindig így, így próbálsz haladni, hogy rákérdezel egy picit, hát és akkor hát, ha mondunk valamit? Nagyon, igen, Muzsi csata esetleg, hogy bocsánat, ne haragudj, a Muzsi csata, nem tudod, mikor milyen király volt abban az időben. Jaj, de szerencsém. Igen, figyelek. Menj oda Vali nénihez, legalább halljuk Vali néni hangját. Nem tudom Vali nénihez, itt a szülők jönnek kifele. Bocsánat, ne haragudjatok, vélte nem tudja valaki, hogy a Muzsi csata idő, aki volt a király. Nagyon jó. Nem. Nézd rám mindenki értetlenül, mint hogyha hülye lennék, illetve hát elvileg. Hát most hát menj nem oda tudom. Egy 9 évesek, hát már lehet, hogy tanulták, menj oda egy gyerekhez, hát ha tudja. Van egy gyerek valahol a folyosón? Nem, mert rohanok be, azt mondja, fia, nem tudod véletlen a Muzsi csata idő alatt ki volt a királyunk. Muzsi csata alatt. Nem. Mindig mondd, hogy kit kérdezel, gyerek, felnőtt, tanár, szülő, hogy tudjuk, hogy kit kérdezel. Bocsánat, ne arra ugyottak, a Muzsi csatát nem tudjátok, ki volt a király az idő alatt? Aha, véletlenül, a Klassz FM-be. Nem. Hú, nem tudom. Kik voltak, szülők vagy gyerekek? Szülők. Érzem, hogy szülők. Mondom, menj oda egy gyerekhez, a gyerek tudni fogja, a szülők már egy kicsit így elhőltek. Picike gyerekek vannak. Milyen gyerekek? Picik. Kis gyerekek, ilyen négy negyedikesig van. Ne haragudj, a Muzsi csata nem tudom, mikor volt, illetve ki volt a király az alatt? Bocsánat, Muzsi csata alatt ki volt a király? László Béla, nem tudom. Tehát akkor Béla. Azt kérdezd meg, hogy... Megpróbáljuk a Bélát akkor. Negyedik de, Béla. Jó, de jó, bocsás, de milyen Béla? Hovács. Hú. Nem. Léci, bocsánat, elnézést, szülőket kérdezek. Muhi csata idő alatt ki volt a királyunk? Második Lajos. Azt mondják. Na jó, van, hagyjuk. Egyébként most majdnem stimmel, mert a Muhi Mohács az egyébként nem. Már alakul. Ugrottunk nem. Egy olyan 300 évet körülbelül, igen. Tehát az 1500-as évek, a Muhi csata az nem egészen. Aha, akkor melyetek de, de meg volt, hogy Mohács, Muhi, második Lajos, egy nagy összeállott a... Aha. Először csalódott voltam, most már kezdek ideges is lenni. Menj be a tanáriba. Menj be a tanáriba, és mondd meg, hogy a Balázsékkal játszol. Hogy nincs tanári? Ha? Milyen iskola hát lesz? Hát nem tudom, hol a tanári. Várja, itt van az hát étkező, meg. Az jó? Étkező, jó? Az jó, a konyhás, nénit akarod kérdezni. Bocsi, nem tudom, én az informatika tanár vagyok. Kérdezd meg, hol a tanári? A Muzsi csata idő, aki volt a királyunk. Jaj, ne. Nem, jaj, na, mondják idősebb. Figyelj, hagyd az étkezőt, hagyd az étkezőt. Én csak a tarhonyáért felelem. Gyere ki az étkezőből, jó? Keresd meg a tanárit, jó? Jó. Mondd, hogy hol vagy, lépcsőn vagy, liftben vagy, merre vagy? Itt van a tanárnénink, a énektanárnénink. Jó, de jó. Énektanárnénink, Vali néni. Véletlen a Muzsi csata idő, ki volt a királyunk, nem tudja. Klassz FM-be vagyok. Második Lajos. Ezt mondta egy tanár. Mondja, Lajos. Most komolyan mondom, levágom a makkomat. Csavarjátok ki a kezemből ez a kés. Egy tanár azt mondta, hogy második Lajos volt a Muhi csatában. Muhi. Nem Mohácsi, Muhi. Muhi csata, nem tudod? Muhi csata, Erika néni. Tanáriba be tudok menni? Mi történik ebben az országban? Menj be, csak mondd meg, hogy kivel beszélsz. Figyelj, várjál, kérdezzek, hogy milyen tanár. Jó napot, hogy ön mit tanít, és azonnal tedd föl neki a kérdést, csak hogy tudjuk, hogy milyen tanár. Jó, Erika néni volt, ő meg ének tanár. Na, oké, ki a tanár? Nagyon jó. Igen, igazgató helyettes bácsi, igen? Elnézést, ne haragudjon, a klasszetemben vagyok. Ki volt a Muzsi csata idő alatt a királyunk? Királyunk. Ha? Mit mondott? Béla? Mit mondott? Negyedik Béla. Köszönjük szépen, az igazgató helyettes úr. Ki volt ő? Köszönöm szépen. De várja, mondja végig az a dátumot, mondta az egész sztorit az igazgató helyettes. Nagyon jó. Igen, azt mondja, mondja az a igazgató helyettes bácsi. Ő építette újjá országot. Így van, ezek is igazgató... második hónalapítónknak. Az igazgató helyettes bácsi építette ő az országot? Ez Nerós volt, de... Nem, a negyedik Béla. Ja, tényleg? Azt hittem, hogy az igazgató jó bácsi. Jó vannak, Balázs. Mit tanít? Mit tanít ő? Milyen ő tanár? Nem tudom, hogy ő milyen. Nem, ő igazgató helyettes. Nem tudom, hogy szokott egy helyettesíteni bármi órát. Hát figyelj, a komplett tanári kart mentette meg, tehát Erika néninek, Vali néninek azért, igen, én nem véletlenül nem a történelmet tanítják, de igazgató helyettes bácsi nagyon ügyes volt, negyedik Béla, persze, 1241. Biztos bennem van a hiba, de én azt gondolom, hogy ez nem kell tanítani senkinek semmi. Negyedik én Béla. Az nekem László volt meg a Béla, de nem mertem valamelyiket elmondani egyedül. Igen, emlékeztél, hogy Józsi vagy Béla. Megdolgoztál érte, hogy most nagyon megdolgoztál érte.
Na. Jöhet a harmadik? Na, mi a harmadik? Meg rákérdezhetek? Hát maradj ott a tanárinál, maradj ott! Iskola van most már velem. Na, jó van. Jó, akkor jöhet? Jöhet. Na. Tényleg. Igen, így szól a harmadik kérdés, figyelj. Na, ezt biztos tudni fogom. Van ott tanár? Ő lett. Megyek az igazgató helyettes bátyihoz. Kérdezd meg, hogy ő iszik-e? Nem, hát ilyen a kérdés. Most mi az, hogy ő nem? Hát ez a kérdés. Melyik népszerű alkoholpárlat alapanyaga a boróka? Hát véletlen mondom, mert most nem azt kell tudnunk, hogy alkoholista, csak hogy szokott-e inni? Melyik népszerű párlatunk a boróka? Alkoholpárlatunk. Kit? Boróka. Kit kérdezel? Jaj, szerintem a szlovákoknak van ez a Beherovka, azt hiszem? Nem. Itt nem egy márkáról van szó, hanem egy alkoholpárlatról, aminek az alapanyaga ez a növény. Aha. Alkoholpárlat. A boróka. Hát mit készítenek a borókából? Borókából? Hát szörpöt. Borókaszörp. Borókaszörp. A híres gumibaci borókaszörp, igen. Hát, fú. Hát pálinkát, vagy ilyen szetes párlat gondolom valamiért. Gin. Így van. Gin, és ezt megjegyzem örökkem. Igen. Mondjuk nagyon flottul, gyorsan válaszoltál a második kérdésre, ugye, az mentett meg, és hát de sajnos ugye a harmadikon elbuktad. Abból megvan a fél best-offunk. Igen, Tibikém, ott kellett volna megállni, lehet, az egy jó pont volt, mert azt nagy nehezen összehoztad, azért nagyon szép. Egy nagyon nagy bumbot nyomhatok azért? Na, nyomj egy bumbot. Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Hogy? Áztak az ilyen fáján. Hát egy iskola közepén ilyet bumbozni. Gyerekek. Hát nem volt túl nagy. De mondjuk magam sem hiszem el, az enyém ilyen lesz. Nálam is jelez. Feri, nálad mi a helyzet? Nálam villog. A magyarországi szoftver mindig topon van, gyerekek. Hát ez olyan vérvörös, mint az álom. Tehát, hogy eltalálta. Nálam is jelez, nálam is jelez! Király! Léci, még adásban vagyunk. Köszönöm. Tibi, hát bejelzett a szoftver, most mondd meg. Hát, komolyan mondom. Szépen, nagyon rendesek vagytok, meg a szoftvernek is köszönöm. Ő is méltányult azt az időt, amit a második kérdés megválaszolásával töltöttünk. Igen, a melós volt. Az mellós volt, abba tettél energiát. Tiviké, megvan az ajándékcsomag, és dedikáljuk köszönöm neked, jó? Köszönöm, szépen aranyosak vagytok, és üdvözlöm a duáltermes lányokat, fiúkat. Na, persze, mi is. Átadjuk. Ha találkozol vele, akkor mondd meg, hogy mi is. Jó van. Vagy velük. Köszi, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát nem volt testezálló a kérdés az ének talán. Nyilván, hogyha Kodály módszert kérdeztük volna, akkor kente volna, vágta volna, de hát ez Mohit csata. Azért ez kemény, hogy végigszáguldott a féliskolán, nem? És a tanárok, diákok, gyerekek, senki, mindenki bemondta Mohácsot. Az a Mohács Muhi, ugye szerintem itt van egy kis kavar a fejekben, meg az a 300 év, ami közte van. Na jó, de megfejtett és megadtuk az ajándékcsomagot. 9 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Fiúk, igaz, hogy le van zárva az M7-es? Kérdezi valaki. Igen. Ma 9 órától egészen 11 óráig Székesfehérvár és Polgárdi között teljes útzár van az M7-esen, úgyhogy aki arra megy, az számítson rá, hogy van egy kis dugó, illetve pontosabban kerülni lehet nyilván. A rendőrség mindkét irányban lezárja ma, sőt, hát ugye 4:10, úgyhogy le is zárták már az M7-est, és a 63-as út kihajtójánál, illetve a Polgárdi felhajtónál a 7-es számú főút irányába terelik a forgalmat. Úgyhogy a hír igaz. Az M3-ason Gödöllőtől Miskolcig olyan köd van, mint Feri fejében hajnalban a Kolvász Fesztiválon. Ó, de jó kis hasonlatot találtál, papu! Nagyon menő! Alá se írta. Kaptuk ezt is SMS-ben, aztán... itt volt még egy fontos, van egy KPM, hol van? KPM büféskocsi szedi áldozatait az M3-as ringi pihenőjében, úgyhogy ott is mindenki figyeljen.
Sokaknak tetszett ez az analóg Google, amit a játékosunk nyomott. Igen, hát az érdekes volt. Analóg Google. Amit Tibi csinál. Analóg Google írja nekünk egy hallgató, igen, jó volt. Köszönjük. Hát Tibi végigrohant az egész tanári karon. Van, aki tudta, van, aki nem. Aztán a Dili helyettes megfejtette. Picit lassú még a keresőmotor, nem annyira hatékony, mint mondjuk a szoftveres változat, vagy az internetes, de hát majd csiszolódik. Igen. De jó volt tényleg. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Ezt buszos Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, Ked van, Tibi van, de most csak telefonom van, mert hogy éppen dolgozik, helyettesít, ahogy hallottuk, úgyhogy bejönni nem tudott a stúdióba, viszont telefonon elérjük természetesen, úgyhogy a rovat nem marad el. Ha minden igaz, Tibi már itt is van. Ha bazin a jacuzziban, nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már roviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! Tibi! Kakasza Tibi, kakasza Tibi. Va. Sziasztok! Tibi! Hello! Jó reggelt! Na, hát telefonon dolgozol, ugye? Azért vagy telefonon, igen, jól mondtam. Igen, most egy kis melócska van, de nem akarom teljesen erre fogni egyébként, mert van más dolog is, amiatt most nem igazán örültem volna, hogyha láttok. Mert tudjátok jól, hogy én azért a makulátlan megjelenésemre mindig ügyelek. Tehát, hogy mindig makulátlanul érkezem. Kivéve kedvenké. Igen? Szemét, Láda, te szemét. Nem, és most történt egy picit ilyen optikai baki, mert úgy döntöttünk, hogy baromi gyorsan nő a hajam, és úgy döntöttünk a párommal, hogy megspórolnánk ezt a hetente 10 naponta 2800 forintot, és akkor hát annyira reklámozták ezeket a boldog férfiakat, akik ilyen géppel nyírják maguknak, és utána ilyen elégedetten beletúrnak a hajukba, tudjátok, van az. Mit is láttatok, mert ti is a reklámot. Igen, magasról indítod a kezed hátrafelé, és a könyök végig emelkedik. Ugye? Igen, és ilyen nagyon boldogan beletúr a hajába, tudod, tehát otthon így megoldották. Na most, és kívülre van hónaj kutya. Egyébként igen, oda nem mentek. És mondta, párommal mondtuk, hogy ez nekünk is fog menni, vettünk egy ilyen gépet, mondta a párom, hogy üljek le a gát szélére, és bízzak benne. De na most ekkor hibáztam először, nem a kát szélével, hanem konkrétan leült, azt mondta, akkor 12 millire állítom, hát mondtam, tököm nem tudja mi az, akkor állítsd arra. Tudod, és a következő történt, tolt egyet, és utána az arcán a teljes rémület. Tehát már tudtuk, hogy nagy a baj. Na most ekkor úgy néztem ki, mint Ripley hadnagy az első borotválás előtt az izébe, az Alienbe. Tehát tudod, az amikor így egy ilyen G.I. Joe így bevonul, és akkor már hozzá kellett vágni az egészet. Tehát ha láttál már egy ilyen idomtalanra vágott, ilyen nagyon kellemetlen, ilyen otthon megvágott hajat, akkor az ez. És most igaz, középre túrta be az első csíkot, mert az úgy az igazi. Nem, az a nagyobb baj, hogy jobb oldalt, és az a baj, hogy ez ott is maradt. Tehát most minden koncertet úgy kezdek, hogy a hölgyeim és uraim, a színpadon Kassa Tibor, engedjék meg, hogy először is magyarázattal szolgáljak a hajam miatt. És most tök kopasz vagy most te teljesen eltűnt, vagy csikos kicsit? Nem azt mondanám, hogy kopasz, azt mondanám, hogy kellemetlen. Tehát, hogy ilyen kellemetlen. Hogy, aha, igen, akár tehát, tudom képzelni. Hogy olyan, mint hogy a fejbőrömet vakszolnám. Tehát, hogy próbálom így vakszolni, tehát még a reggeli rutinom még megvan, és így vakszolgatok valamit, de igazából ennyire a homlokomat is vakszolhatom. Tehát, hogy ilyen teljesen idomtalan az egész. Ti egyébként hagytátok már? Tehát volt olyan, mondjuk Balázs, hogy a Vikinek ugrott, azt mondta, hogy kicsi, megigazítom, én csak csúk be a szemed és bíz bennem? Tehát, vagy anyátok nem vágta soha hajatokat? Tehát, de a Viki nem, tehát azt már nem is nagyon engedném, de a szülők igen. Tehát apámnak volt egy ilyen olyan ülés, amit egy klasszik, tudod, ez a bárszék, amire egy fölsz, és így forgott. És ugye vízszintesen így lerakta az ollót, és megfogta a jobb kezét, bal kezes volt, megfogta az ollót, és rántott egyet a fotelen, vagy ezen az ülésen, és így pörögtem egyet, így körbevágott.
És úgy néztem ki, mint Dumb, csak az egy film volt, ugye, és az ott vicces meg is volt. Vagyunk irányhorány. Meg is vagyunk irányhorány, és levágta egyenesen a hajam, így teljesen úristen. Körbe. Úristen, tudod, mindenki egy billit raktak a fejre, és körbevágták. Hát nekem meg a másik véglet volt, ugye folyamatosan sportos frizura megy, de egy gyerekkoromban ez annyit jelentett, hogy amennyi hajat csak le lehetett szedni a fejemről, azt leszették, és utána még órákig lapogatott apám. Ugye? Az, és ezért hajszeszeztek, ami miatt nem mert senki mellé ülni. Egyébként az 50-es villamoson napokig. Hát nem csak ezért nem ültek mellé. Mondjuk ez is igaz, igen. Tudod, a szülői hajvágásban az a rossz, hogy a szülő már látja, hogy elrontotta, és elkezd utána vágni. De az utána vágás már nem tudod belevágni, csak ha még többet belevágsz, még jobban elrontod, még inkább mész utána. Az egészből lesz egy olyan visszafordíthatatlan folyamat, amit utána már nem tudsz jót kezelni. Hát onnan láttam, hogy nagy a baj. Mondom, hogy beletolta az első mozdulatot a géppel a hajamba, és figyelj, amit akkor az arcán láttam, az mindent, tehát most mondtam, hogy vagy mögöttem van az alien, és én most készül minket megtámadni, vagy a hajam lesz nagyon szar. Ez utóbbi. Ez utóbbi lehet, igen. És akkor utána hát nem mondjuk ebből a szempontból jól el vagyunk látva, mert Móni nagyon ügyes fodrász, hogy ha mondjuk nem lett volna belőle a könyvtáros, akkor simán elmehetett volna fodrásznak is, egy időben ő vágta a családban mindenkinek a haját, ami mondjuk na, de ezért... Na, is vágja Benninek, az jó, a csajoknak kezdő érzéke van. De nálatok is mindenki punk. Igen, a nullással tulajdonképpen. De a Benninek vágja a Viki? Igen. Hát a Benninek hibátlan barom jó haja van. Hát azt mondom, hogy jó érzéke van. Miért mit gondolsz a Vikiről most? Ez egy Vikire nézve, ez annyira ilyen. Hát de nem, jó, nem. Jó, nem, jó érzéke akkor van. Legyen hát az, meg... hogy 2008 helyett 2004-ig átmegyek a Vikihez, érted? Nekem jó az. De hát mellékes. Fodrászólója, neki áll, jól vág egyébként, tényleg. Hát meg most, ahogy halom, ahogy kinézel, csak segíteni tudna rajtad. Tehát, hogy hát, is vágja a haját. Azon, hogy én kinézek, most egy bozó tűz is tudna segíteni, tehát hogy figyelj, tehát ez teljesen reménytelen. Jó, de nem az... Told le kopaszra! Letolja? Told le kopaszra! Told le kopaszra! Ha igazán penge vagy, akkor megcsinálod. Ha igazán kemény vagy, letolod kopaszra. Tehát nem vagy. Figyeljetek, azt bevállalom, hogyha lesz idén tájföld vagy januárban, akkor az csak azért egy ilyen letolom kopaszra, és egy ilyen morning show hennával a fejem tetején fog mászkálni tájföldön. Na, a hennát kihagyhatod, szerintem elég vicces lesz csak a kopasság is. Na jó van, de nem a félre sikerült frizurám, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Személyes élményből táplálkozik a dolog, ti is foglalkoztatok már egy picikét vele, de szeretném erre most nagyon-nagyon felhívni a figyelmet, és szerintem ez most ősszel nagyon fontos lesz. Megyek tegnap hazafele kocsival én és az elrontott hajam, és a következőt látom, egy olyan másfél méterről kezd kibontakozni a ködben, a vaksötétben a következő: gyalogos, fekete cipő, fekete nadrág, fekete kabát, fekete sapka, és még mint a Rambó ilyen szénnel így még bekenve az arca, hogy még az arca se világítson, tudod, ilyen még ilyen rejtőzködő festés rajta. Hogy egy icipicit, tényleg így kapjunk már részbe, de most nem is a biciklistákra célzok, vagy nekem a biciklistákon az ömében van valami. De hogy azok az emberek, akinek dolga van, és tudja, hogy gyalog fog hazamenni a munkahelyéről, akár mondjuk kevésbé bevilágított, vagy a kisebb helyeken, falu, község, de a városban is van rengeteg olyan rész, ahol az előszeretettel bóklásznak az úton a kedves gyalogosok, hogy a saját élete védelmében, meg azért, hogy nekem ne kelljen börtönbe menni, mert másfél méterről látom meg, egy ilyen 100 forintos, nyomorúságos valami ilyen fényvisszaverő karperecet, vagy nem tudom, prizmát, vagy kis villogót, vagy valamit, tehát hogy egy picit próbáljanak már meglátszani. Tehát én értem, hogy én majd másfél méterről valahogy slalomozva kikerülöm, de hogy megmondom őszintén, nem tudom, ti hogy vagytok vele, ti kiszúrjátok, vagy nem volt meg olyan, amikor ugye rémülten egy méterről kaptad félre, akkor már meg jacfekete ilyen rejtőzködő gyalogosokat próbálsz slalomozni? Hát figyelj, volt, de aztán eljössz Afrikába és átértékeled az egészet, képzeld el. Tehát, hogy itt azt csinálják, hogy eleve, most tényleg senki ne értse félre, nem azért mondom, de... Értem, mire akarsz nem hiszed el, hogy a fekete emberről egyszerűen nem jön vissza a fény. Tehát Magyarországon, amikor valaki belép eléd mondjuk két falu között, van időd meglátni.
a fekete ember bőrszínének az az egyik tulajdonsága, és ebben tényleg semmiféle rossz indulat nincs, hogy egyszerűen megvilágítod lámpával, és nem látod. És azt csinálják az afrikaiak, hogy kijönnek az út közepére, és úgy próbálnak téged éjszaka fél egykor, mikor jössz haza a dzsungelből megállítani, hogy beáll egy kanyarba az út közepére, és fölteszi a hüvelykujját, hogy állj meg neki. Figyelj, nem hiszed el. Nulla félelemérzet, ilyen 8-10-es bolyok közlekednek éjszaka, a két falu között van mondjuk 20 kilométer, tehát sehova nem érted, hogy hova megy, mit csinál, beáll az út közepére egy kanyarba, és nem megy el onnan, hogy te vedd föl. És mind a két oldalon. Az eszed megáll, ahogy ezek közlekednek, és ilyen 8-as, 10-es családok, néha egy 3 éves gyerek ott éjjel fél egykor az út közepén, egy idős emberrel, mennek úgy, hogy nem, hogy nem húzódnak le, hanem az út közepén megy a kanyarba, hogy állj meg neki, és stopp. Oh. És nem látod, tehát nem tudod észrevenni. Nem tudod észrevenni, nem Jani? Ugye, hát, hogy így van? Egyértelműen, hát folyamatosan olyan értelemben folyamatos életveszélyben vagyunk, hogy igen. Gyakorlatilag erre is oda kell figyelni, hogy az utak nincsenek kivilágítva, csak az út közepén vannak egyébként nagyon praktikus, ilyen kis fényvisszaverő pontok, ezek mutatják az útnak az ívét, de az út két oldalán nincs is semmi. Nincs is igazi leállósáv amúgy. Ezeket a leállósávokat arra használják, hogy ugyanúgy haladnak benne az autók, és haladnak benne a gyalogosok, kerékpárosok egytől egyik kivilágítatlanul, tehát ők is ugyanúgy este, ugyanúgy keróznak, mint ahogy nappal, semmi, és tök igazad van, ugyanez itt se kerül egyébként sokba. Tehát én voltam itt sportszeráruházban, láttam, hogy miben kerülnek ezek a fényvisszaverő cuccok, semmi. Hát. A Morning Show, a Klassz FM egy időben adott ilyen kis karpelettet, az is fényvisszaverős volt. Emlékeztek? Nem árultuk, ne terjesz hülyeséget azért. Nem árultuk, adtuk ajándékba. Illetve Jani néhányat eladott. Így van, az világosan, de csak volt egy nagyon göngyöleg, egy 5000 darab, de az jó biznisz. Hogy neked fogalmat sincs arról, hogy ebből én milyen boltot csináltam a neten, úgyhogy ne szólj bele, kisgyerek. Azt akartam mondani, hogy így van, tehát hogy nekem rengeteg tervem van az elkövetkezendő 4-5 év, vonatkozóan, de olyan jellegű tervem nincsen, hogy szeretnék egy halálos gázolásban részt venni, és utána börtönbe vonulni érte. Tehát, hogy én nagyon-nagyon megköszönném, hogy főleg, hogy jön ez a ködös időszak most már valamennyire, hogy 5 órakor már matt olyan sötét van, hogy konkrétan nem lát semmit, hogy mindenki, aki egyébként azt gondolja gyalogosként, mert nem sofőr, hogy ő látszik, miközben sétál, és majd mindjárt észrevesznek, az most nem árt, hogyha hallja, hogy konkrétan, hogyha olyan a szituáció, akkor 2 méterről lehet észrevenni. Tehát a saját meg a gyerekek, mindenkinek az épségért egy nyomorúságos 100 forintos ilyen fényvisszaverő karkötőt legalább dobjon már a bal csuklójára vagy a jobbra, és próbáljon már meglátni, és ne ott legyen már öngyilkos nálunk Szőlőhegyen. Tehát, hogy... Tibi, egyébként megvan a megoldás erre. Na, azt kéne csinálnod, hogy ezek után nem a járdán mész a kocsiddal. És te hülye vagy. Igen, én azért megyek mindig a járdán, mert nem tudom, valahogy ott kisebb a forgalom, jobban lehet haladni. Egyébként tök igazad van. Én a bringásokat se értem, akik tudod, így részegen felülnek, és nem, tehát semmit nem tesz fel magára, ő nem fél, te elütött, belenyomorodsz, ő meghal, neki a jobb nyilván, mert hogy akkor már nem kell mondjuk, nem tudom, tolószínűleg élni egy életet. És nem veszi a fáradtságot, nem is, tehát akkor, ha már ő magát, saját magával nem foglalkozik, legalább a saját, vagy a te védelmedbe tegye ezt meg egyébként. De tényleg döbbenet, hát a Zemnulláson gyár felől olyan alakok ülnek bringára éjszaka, néha arra megyünk, mert ott lakik a nyorsom arra felé, én nem hiszed el, és semmi nincs rajta. Ha már az M0-ás mondod, amúgykor jöttem haza az M0-áson, konkrétan az M0-áson gyalogolt velem szembe egy csávó. Tehát, hogy az meg hogy kerül oda meg, tehát hogy ott mi a terv, azt nem tudom, konkrétan az M0-ás felhajtón gyalogolt szembe a forma. És nem érted, hogy mit csinálod, igen. Jó, én Tibi, ez jogos. Ezt naponta tapasztaljuk itt is, teljesen értetlenül állunk a jelenség előtt, gyerekekkel sétálnak éjszaka az úton. Úgyhogy... Csak annyi legyen, akkor legyen egy konszenzus. Ő ne akarjon meghalni, én meg hadd ne akarjak embert ölni. És jó, persze. Tibi, ez... Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Gyakran mondják, még sem unom meg. Ugye? Hogy, de tudok jó indulatú is lenni. Ha igazad van, akkor látod, hogy megadom. Tehát, hogy itt nincs semmiféle szubjektív faktor. Jó, ne védd. Az a nyárfapőszmös dolog, az még mindig bánt engem. De most mindegy, most nem akarom túl előhozni. Majd jövőre. Na mondd mi a témád, de mindjárt menned kell. És azt hitted, hogy attól, hogy mennem kell attól? Hát azt mondtad, hogy 9:30 után 5 perccel neked már vissza kell menni, mert van valami kevésbé nézett műsor, ahol most... Ne szemétkedjél már! Persze. Javítanod kell a nézettséget, és helyettesítesz valakit. Lassan annyi műsorban vagyok benne, hogy ha még kapok még egy rovatot, akkor mondhatom én az estinesit, adjatok egy könyvet, olvasok én még esténként. Nem tudom követni, hol bukálsz fel éppen, és hát azt hittem, hogy nincs témát. Tehát 5 perc, ma 9:30, hát mi van, nincs témát? De fuck!
Ugyanis megmondom őszintén, hogy egy picit ezt most érzelmesebbre hangolom az elejét, mert hogy pont azon kaptam magam, hogy lapozgattam az ilyen fotógyűjteményeimet, és mindig, ha meglátok rólatok egy képet, hogy vannak, tudod, időnként így fotózgattalak benneteket bent a stúdióban, és esküszöm már én tudok ilyen kicsit ilyen szentimentalistán ránézni, hogy vajon jól vannak a fiúk, mikor jönnek a fiúk. Amúgykor ki is raktam egy ilyen posztot cigula lájkvadás jelleggel, hogy mikor jönnek már a fiúk. Na, hogy és esküszöm, hogy most már, ennyi volt az érzelmes része egyébként, úgyhogy ne nagyon lovald bele magad. Tehát, hogy mondom, most már, így, hogy így közeledik az a érkezésetek. Már el is hiszed, hogy érdekel. Igen, nem, most, hogy közeledik az a érkezésetek, egy picit elkezdtem foglalkozni a dolognak a lényegi részével, hogy nevesítve, hogy mit kapok. Aha, na hát akkor gondolkozzunk. Mi lesz az ajándékot, Tibi? Igen, megmondom őszintén azért, mert én biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy nem fogtok üres kézzel jönni. Tehát, hogy azt nem csináljátok meg, hogy úgy jöttök haza, hogy ilyen alibi ajándékokkal fölrakodva, vagy azt a reptéren megvéve egy ilyen tolleronéval megdobtok, és akkor kiszúrjátok a szem, hanem én biztos vagyok benne, hogy valami nagyon frankót kapok. És én nagyon szívom erre magam, hogy valami nagyon jó ajándék lesz, és, uh-huh. és ezért egy picit csak súgjatok, próbáljátok meg körülírni, ne mondjátok meg, hogy nagyon meglepődjek, de úgy iPad. Aha. Hát Tibi, tudod, engem ismersz, tehát én napok óta itt járkálok, mint Mici Mackó, oda megyek a Janihoz, bekopogok a szobájába, hogy Jani, gyere már ki, mert mindjárt megyünk haza, hogy a Tibinek mit? Be, a Tibinek mit? Basszus, mindenkinek megvan minden, de a Tibinek mit? Hetekig kerestünk pöcsformájú hűtőmágnes, de nem talán. Balázs, de valami almás lesz, nem? Tehát valami komoly. Hát igen, tudod, hogy mekkora ajándékozó vagyok. Igen. Nem, mert én úgy voltam vele, hogy... De inkább túlósatod. Mert nekem úgy van vele, hogy én szeretem az ilyen helyi jellegű dolgokat, de nekem haza ne jöjjetek valami ilyen szárított zsirászerével, nekem valami ízével, nekem valami ízé legyen. Most már kifutóban van a laptopom, jó, bemix kín az Apple-be az. Én csak Dél-Afrikában vennék almás terméket egyébként. Egyébként az a durva, hogy figyelj, körülbelül fél ár. Tényleg? Tényleg, akkor viszont hozzá kettő. Alacsonyabb az áfa, igen, néztem. A fél ár az kicsit túlzás, ilyen 60%-a a magyarországi áraknak. És ilyen ízék vannak rajta, ilyen bantú írás jelek vannak rajta, ilyen bök, mak. Az. Ez bök, és mak. Így van, bök, mak. Képzeld, hogy volt rajta két bök, egy mak, meg egy fő. Azt hiszem két mak volt rajta. Tök igazad van, és nem alma van itt, hanem dinnye. És az összes laptop dinnyés. Teljes, abszolút igen. Egy félbevágott, beleharapott pomeló van rajta. Egy beleharapott pomeló. Hogy ebből akartam egy picit hívni a dolgot egyébként, mert mindig azt mondják, hogy a szívből jövő ajándék, mert nem azt kell nézni, hogy mit kapsz, hanem azt, hogy szívből adják. És én most szeretném ezt az egyezményes hazugságot megszüntetni. Ez a túrót igaz, nagyon fontos, hogy szívből jöjjön, de amennyiben nem frankó az ajándék, az a legnagyobb kitolás. Tehát, hogy én már bontottam ki úgy ajándékos dobozt, hogy most tök őszintén lehetek ti is. Kinyitod, eljátszod, nagyon kamu örülsz, ugrálsz, mindenkit megpuszilgatsz, hogy te rég akartál ilyet, és te a legszívesebben úgy vágnád a szemétbe, hogy arról koldul. Nem, közben azért hallgattam, mert tudom, hogy mit hozok neked, közben rájöttem egyébként, hogy mi lesz neked. Egyetményes hazugságról, hogy mind a szívből jövő ajándék a lényeg, nem. Az a lényeg, hogy jó ajándék legyen. Én gyerekkoromban, de nem mondom, ezt meséltem annak ide, hogy volt konkrétan mindig egy családtag, aki mindig egy csomagba egy tusfürdőt, meg egy sampont adott, becsomagolta, és örülni kellett neki, és annyira utáltam, egy gyerekként kell túlról örül egy tusfürdőnek. Karácsonyra. És azóta már megmondtad neki, hogy teljesen fölösleges volt, és gyűlölted minden egyes pillanatát? Nem, de ha most hallgat minket. Ó, basszus. Akkor magára akkor viszont... ismer. Akkor viszont valaki másnak kell odaadnom majd ezeket a szállodai body lotionöket, amiket becsomagoltattam neked. Na, de nem hiszed, Jani mindegyiket elrakja. Neked már fogadjunk, hogy van a kézi podgyászod a 100 darab ilyen body lotion, nem? Nincs csak 50. 50. Minden nap elraktad, amit nem használtál el? Imádlak. Nagyon jó. Hát egy évig fűri belőle a család. Tök klasszoságos. Gyere át hozzám. Kaptatok alibi ajánlát? Tehát volt olyan családtag, aki mindig úgy adott valamit, de ilyen. De azt mondtad, hogy volt. Ezt a rohadt alibi, rossz szar ajándékot, amit ez mindig tud adni. Aha, volt ilyen, szerintem ilyen karácsonykor septibe becsomagolt, használt holmi, amit kaptunk például. Amikor egy picit így megébredt a kedves rokon, hogy hoppá, karácsony van, hoppá, családi ebéd. És amit egy régi pulóvert becsomagolt nem, neked? Nem, használt kézi súlyzokat kaptam.
Janikám, ebben már benne van az izom. Atya Isten. De úgy adta oda, hogy vette újonnan, és te rájöttél, mert le volt kopva, hogy ezt használ. Aha, persze. Vagy komoly... te láttam náluk sokszor. Nem nagyon használták, de... Ja, úgy értem. Tehát volt egy kézisújzó, nem használták, nem így volt lekopva, jó állapod volt, és odaadtad neked, én örültem neki. Újat. Azóta is megvan, köszönöm szépen. Használom. Hát gyerekek, azért ez az ajándék, megkapás és egy év múlva elszórás, azért szerintem ez azért ezt sokan csinálják. Hát meg azt is csinálják, hogy olyan ajándékot... Továbbadni az ajándékot, mondjad? Hát azt is csinálják, hogy olyan ajándékot, nekem van konkrétan ismerős, ez halál személyes sztori, hogy vett, azt hiszem, hogy vett flexet a csajának, vagy a feleségének, valamilyen ilyen munkagépet, és akármit, nem tudom, szögbeütőt, tudom valamit, mondjuk flexet, vette flexet a csajának, odaadta a karácsony falat, a csaja kibontotta, nézte, hogy de hát kicsim, ez egy flex, ezzel én mit csináljak? A csávó megvonta a vállát, azt mondta, hogy hát akkor én átveszem. és a mai pig boldogan használja, tehát konkrétan magának vette az ajándékot, és hát azt mondta, hogy hát neked semmi nem elég jó, drágám, akkor most már mindig rehasználom. Nem biztos, hogy mindig rossz indulat van ám ebben. Ennek én is kaptam régen gyerekkorban azért olyan ajándékot, aminek nem feltétlenül örülsz, csak a távolabbi rokonok nem nagyon tudnak mit venni. És akkor egyébként nálunk is egy tábla csokitus fürdő. Tehát, hogy ez így, így van. Régen találkoztuk, és akkor így nem tudták, hogy már nem játszol a csatogos lepkével, hiszen 24 vagy. Jó, hát na. Hogy mik azok, tehát egy kicsit elítsuk a körét azoknak az ajándékoknak, amit egy gyerek nem akar megkapni, mert nem lehet neki örülni. Tehát nekem például ilyen volt a ruha, tehát hogyha én ruhát kaptam... Zokni alsogatja, így van. Bármilyen ruhanemű karácsonyra, tehát hogy legyen már most idén karácsony, legyen egy ilyen, hogy ruhaneműt ne adjatok már gyereknek, mert utálja. Tehát, hogy ezt most mondjuk ki együtt, tehát ne. Kikapott olyan könyvet, aminek volt beírás? De nem a te nevedre gondolom, mi? Nem, hogy lapoztál egyet, és ott volt egy beírás, hogy Józsikának a 12. születésnapja, és ezt megkaptad. Kaptatok ilyen könyvet? Nem sor? De nem Józsinak írnak? Nem, Balázsnak. Nem, az a baj, hogy én ebben a nem kaptatok ilyen könyvet? És kinyitod, tudod, így örülsz neki, tudod, mit tudom én tényleg, tehát mondjuk egy olyat, amit soha nem olvasol, lehet csendes dolog. Tehát, hogy megkapod ezt 12 évesen csendes dolog, kinyitod, és ott vagy Lacikának 16. születésnapjára, és te ott állsz, Balázsnak is 12 éves. Le volt ragasztva egy papírlappal. Komolyan. Le volt ragasztva egy papírlappal. És hogyha egy picit így olyan fényviszonyok voltak, akkor látszódott, hogy alatta mi van. Én nem akartam elhinni. És először arra gondolsz, hogy csak a nevedet írták el, és aztán rájössz, hogy nem. Ez a könyv nem neked nem szólt, és ezt már valaki megkapta. Az a kemény. Aztán... Én ebben a vívő oldalon voltam, konkrétan én szorongtam, amikor ilyen általános iskolába kellett ilyen iskolai születésnapra mennem, meghívtak valamelyik osztálytárshoz, és Mutter valahogy nem érezte ennyire, hogy melyik ilyen ajándékot vinni, és mindig a következő volt, tartott egy ilyen szanálást, hogy melyik könyv van jobb állapotban a polcon, azt levette, és vagy becsomagoltuk, vagy nem, azt átmentünk egy ilyen háború és békével, odaadtuk boldog születésnapot, azon kaptam magam, hogy negyediktől, vagy nem tudom, ötödiktől, soha többet a büdös életben egy születésnapra nem voltam meghívva, és úgy hívtak csak, hogy a könyves. De előtte egy vizes szivacsa letörölgette azért anyu? De aztán nem emlékszem, de tényleg volt egy ilyen szanálás, arra emlékszem, hogy anyu így megnézte, gondolom meg akarta akkoriban úszni, és megnézte, hogy melyik van jobb állapotban. Tehát, hogy nem írtunk bele, de azt megnézte, hogy melyik van olyan állapotban, hogy akár ajándék is lehetne. És az első oldalt azt mindig kitépte, hova írva volt, hogy Tibinek szeretette. Jó tanulmányi átlagáért, jó tanulmányi átlagáért. Én távoli rokontól kaptam olyan könyvet, figyeld, hogy hibajavítóval volt kihúzva. Az milyen, mikor látod a szöveget, és fehér hibajavítóval átfahúzom, azért Lacika, vagy Józsika, vagy izé Béla, én mondok mindig, mint akkor Armand, Botond és Kázmér. Armand. Otokár. Tehát ki ez így kihúzva, és bele van írva, hogy mit tudom, Balázs, vagy a kis Balázs. Azért de elég pofátlan egyébként, nem? Tehát nem magával az ajándékkal van baj, de akkor inkább ne adjon semmit, még az is sok, amikor felfedezed a hibajavítót, azért az nagyon tudám fájni. Maradjunk annyiba, hogy gyerekeknek, kisgyereknek ruhát, könyvet nem áll. Tehát, hogy én belenyomorodtam gyerekkoromban sok sapkába, zokniba, gatyába, övbe, csatba, tehát, hogy
és kinyitod, és a nagyon kamu örülsz, nagyon-nagyon szépen megköszönöd, és kimész sírni a klotyóra. Tehát, hogy ez mondok akkor még egyet, mondok akkor még egyet, én ebből is nagyon sokat kaptam, elég hányatott sorsom volt, de nem közvetlen szülőktől, de nem, most én sem, nehogy kiugorjon a negyedikről, hogy haja, nem ról beszélek, távoli rokonok. Kibontod, baromi jól néz ki, csokoládé, azt hiszed, hogy valami nagyon durva, bekapod, és rájössz, hogy 3 éve a bárszekrényben tárolták. Igen. És egy ilyen nikotinízzel kevert, kávéízű, parfümillatú. Kifehéredve egy kicsit. Kifehéredve. Megvetemedve. Kicsit penészes, megvetemedve. Két kukac így visszaköszön, hogy hello, Bazsi, mi vagyunk, akik eszük a csokit. Kaptatok ilyen. És letörsz egy kicsit, de már érzed, hogy vajon bekapod, és egy ilyen alsó, fehérnemű ízű, kávés, töltött, marakujás, parfümízű, lejárt szalonnás. Már akkor megfogod, akkor érzed rajta, hogy íve van a csokoládéna. Kaptatok ilyet? Persze. Én minden évben legalább 3 rokontól gyűjtöttem be olyan csokoládét, és megnézted a lejáratot, és kiderült, hogy 16 évvel ezelőtt hozták ki a csokoládét. Akkor mondok neked durvábbat, én már kaptam például lejárt szaloncukrot is ajándékba becsomagolva. És mivel egy szekrényben tárolták kicsit nikotin, fehérnemű, öblítő, dohány illatú a csokoládé. Volt ilyen? Hogy ne lehet volna szorkapni? Ki a társad? Mondd a nevét, én nem tudom. Csillával Csillával vagy? Jó, van, mondd meg, hogy puszíjuk. Akkor sokat nem nevettek. Jó, puszíjuk a Csillát, mondd meg neki. Ne szemétkedjetek, Balázs bármit hozhat, annyit kérek, hogy 17 tolos legyen, jó? Aha, az jó. Lesz, Tibike, 17 tolos. A gatyámba lesz 17 tolos, jó? Puszi! Szevasz, Tibi! 17 lövetű. Szevasz! Hova kell most, hogy mit csinál egyébként? Műsort vezet. Műsort vezet, mert biztos hallottad, hogy műsorvezető lett. És tudom. Az egyik ilyen kis csatornán, vagy kisebb csatornán. Ja, és ott egy kell. Egy reggeli műsort, igen. Azt mondta, valakit helyettesít, azt olvastam. Aha. A Csillával ketten? Igen. Hát, azt gondolom, hogy ez még mindig jobb párosítás, mint hogyha a Robival lenne a Csilla. Mert akkor ott aztán tényleg síralombölgy lenni. ott aztán nincs csak nevetés, irgumburgum. Na jó van. Elment? El, vége. Elkocogott az új hajával. Nem kellett megtapsolni, nem? Úgy se lett volna őszintén. Végre egyszer nem kell. Nem ész magad, persze. Rányomtam, hogy nyitom az effektáramat, de nem, hát minek akkor. 3-4-10 lesz pontosan, 2 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3-4-10 múlt, pontosan 3 perc, szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, kora reggel Darth Vader eredeti hangjába hallgattunk egy kicsit bele, és hát sajnáltuk szegény, mert se az arca nem látszik, ugye, mint kiderült, és hát ugye más a szinkron, és eltorzították a hangját, arról beszélgettünk, hogy David Prowse, aki eredetileg játszott a Darth Vadert, egy Billyvel a fejé rohangált, és azóta is szegényt, őt ezzel azonosítják, és mint kiderült ugye utólag, átszinkronizálták, és a hangját is elváltoztatták, és erről ő egyébként beszél, hogy hát sok szerepe nem volt, csak hogy lendítse a karját. Belehallgatunk az eredeti hangjába, valamint már nem is tudom, talán felvetetted, Jani, ugye ezt a BKK futár, igen, hogy milyen jó a dolog, és nyilván a pokolban fogok elégni, de feltettem néhány laikus kérdést, én mint nem BKV-zó, hogy miért jó ez azoknak, akik BKV-znak, mint egy ezzel tulajdonképpen megutáltatva magam a komplet hallgatósággal. Arról beszélgetünk, hogy van egy új program, te láthatod, hogy hol a buszod, ugye? És pontosan értesülhetsz arról, hogy adott esetben egy járat mondjuk késik, vagy nem akkorra ér oda, amit a menetrend szerint várnál. De én azért szerettem, hogy megtámadtad, mert te aztán sosem mész BKV-ban. Én voltam a laikus egyébként, aki kérdezett. Erről a futárszolgálatról, vagy szolgáltatásról is beszélgetünk, és ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 3 perc van, pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Ilyenkor mindig az van, hogy Jani eltűnik. Ott is van valami automata, mert itt is mindig kifut az automatához. Rózsaszín telefon. Rózsaszín telefon. Ezt úgy hívjuk barátaimmal, valakinek az asszonya csörög, az a rózsaszín, ja, rózsaszín telefon. Ja, értem. Ezt így hívjuk. Na jó, de jön már ilyen, látom. Rohan. Hívjuk a naphallgatóját, Hanna ott van. Már tárcsázza is? Ne viccelj. Hogy ne tárcsázza. Szervusz János. Szervusz, kérlek, Aláson. Nem tudtam. Figyelj ezt a csörgést. Jött, már hívtuk, gyerekek. Na, morning show, Balázs, Jani, Feri, Csabi, Jani, hát erről most így becsúsztam. Hát lehet, benne volt a csörgésed is a rádióban, hát ez milyen? Igen. Most éppen ki kellett becsüljön, mert dolgoztam, nem hallottam el. Lady Gaga. Ugye?
Így van. Az volt. Igen. Azt írtad nekünk SMS-ben, szellemes volt egyébként, hogy a BKK sosem késik, csak igazodik az applikációhoz. Nagyon jó. Szellemes, szellemes volt. Ezzel lettél volna a nap hallgatója. Illetve pontosabban az vagy, csak ugye nincs ajándék. Csak hogy hívnak, nem írtad alá? Jenő. Jenő, Jenő, hol hallgatsz minket? Hát most éppen Budapesten vagyok, munkahelyemen, 13. kerületben. Budapesten. Jenőké, már te vagy a nap hallgatója, csak nem tudnak hát, ajándékcsomagot adni. Semmi. Viszont van egy-két ajándékod, amit a reklámblogban majd meg tudsz hallgatni. Nyersz azért valamit, nem mész el üres kézzel tőlünk, jó? Nagyon szépen köszönöm. Na, jól van. És mi köszönjük? Ciao. Drága vagy, köszönjük. Köszönjük, ciao, hello, hello. Hello. Na, itt vagyunk. Csabi, milyen zenéid lesznek? Remek zené? Remek zenék, de mindjárt mondom még előtte, hogy ma is folytatódik a tegnap megkezdett játék. Ma van az utolsó nap, ez egy ilyen kétnapos. A Havasi Balázs koncertre lehet jegyet nyerni. Ugye három koncert lesz, és a vasárnapira, a hetedikeire lehet minden órában páros belépőt nyerni. És most egy kicsit a régebbiek közül, illetve nem annyira régi, de nem a legújabbak közül való, a Lady Antebellumnak a dala. Az a címe, hogy Bartender, és ami érdekessé teszi számunkra, hogy hát country, ugye színesítjük kicsit a repertoárunkat vele. Másrészt, hogyha hallgatod a fő riffet, amivel indul a dal, akkor simán rá tudod énekelni az Edda 1980-as Álom című dalát. Onnan lopta, Antebellum. Nézek. Igen. Hallgassátok meg. Ajánlom figyelmetekbe. Nagyon jó kis dal egyébként. Hát az Antebellum ilyeneket csinál, hogy innen lop. Képzeld el, meghallgatja az Edda lemezt, azt elviszi. Igen, ez na, egyébként egy régen amerikai... Régen nyúltak a Bon Jovi-tól, most meg már tőlük. Country duo. Eddátom. Jól van, Csabikám, 555-55-00, már nem neked mondom a hallgatóknak, ha valaki szeretne dalt kérni. Jó, holnap mi még vagyunk, úgyhogy jövünk 10 óra van pontosan, Csabina a kívánságműsor, ami pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót.